Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Várjatok, 6 óra múlt, 9 perce, jó reggelt. Kívánom mindenkinek, hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Még mindig várjunk? Vagy? Nem, nem, már jó, nem, most már nem, már nem várjatok. Van egy tévétávirányító valahol. Köszönöm szépen. Ezek a jól megszokott dolgok, gyerekek. Hát meg kell kapcsolni a tévét, nem? Klassz FM Morning Show című információs központjából jelentkezünk. Durvábbak vagy, mint egy NASA központ, nem? Minden friss információt megtalálunk ebben a pillanatban, ahogy elkezdődik a TV2 reggeli műsor, azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy Demcsák Zsuzsa éppen most mennyire szexi. Minden tudunk, gyerekek, ez egyszerűen listán kell, akarom látni a Kárász Robit, tudni akarom, hogy milyen időlátról, még egyszer ezt a mondatot. Ha Trütko van, őt, gyerekek, nem, a megszokások embere vagyok, ha nem megy reggel a tévé, az engem kizökkent ugye a mindennapokból. Jaj, gyerekek, mi újság van? Szigeteztél tegnap is? Tegnap nem jutottam ki odáig, más mulatságot kellett választanom magamnak. Ja, de útközben elakadtál valahol. Nem. Leálltál egy krimóba is. Nem, szabadságolás volt a kórhelyben, is én voltam bent a felügyelő bizottság, ami abban, hát gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy megérkezett füles haverom, és elkezdtünk fröccsözni. Tehát a kollégák pedig mondták, hogy akkor most már minden rendben van itt a főnök, de nagyon-nagyon jó sikerült. Volt terve, volt véve, mert nagyon fontos koncertek voltak tegnap, például ugye a Hősök, mint a Hősök nélkül sehova nem megy. Úgy sajnáltam is, hogy nem mentem. Én néztem, nem voltál ott. Akartam dobni SMS-t, hogy nem, mert ugye megbeszéltük, hogy a Hősökön találkozunk. Vagy a Halott pénzen. Vagy a Halott pénzen, de azt akartam dobni SMS-t, de úgy éreztem, hogy te se leszel ott ezen a koncerten, úgyhogy ezeket kihagytam most a tegnapi napon, de ma folytatom. Ma meg kell nézni. Kinézzük, mi van, nem jó? Hát vagy megsüketültem a falfülemre, vagy valami elment a fülesembe, de nem baj, tényleg ne törődjetek, ettől még tudunk csinálni műsort. Hogy neked nincs fülesed. Csináld azt, hogy megfordítod, és ha most a jobb fülesed. Ja, tényleg, vagy így van, vagy a megszólás felé, én mindig megfordítom a fülesemet, és akkor... Várjál. Igen, fordíts meg. Na? Na, most sokkal jobb egyébként. Tényleg, most meg a jobb fülemre van. De nem baj, majd így fél percenként majd forgatgatom. Nem baj, nem érdekes. Most a csatlakozót igazítsd meg? Nem gond. Te, jó lesz ez így, majd megszokom. Minden csak most megszokás kérdése. Gyerekek, mi ez vagyunk azok. Szörnyű. Úgyhogy ez a... És akkor ma mész meg megint ki, ugye? Igen, és holnap az Islandre megyek. Aha. Na, azt mondtad, hogy jössz. Én kim vagyok holnap is. Na, ő tessék. Pénteken viszük a gyereket is. Nagyon jó. Melyiket? Az egyiket, az még... Hihetetlen. És kicsi... most hogy jönnek ezek a poénok. A kicsi nagyon függő, mert még mindenhova az anyjával jön, de elképesztő. Érjük, most már nem tudom, hogy az a gyerek, nem tudom, mit csinálsz otthon, vagy mit nem csinálsz, nem tudom, de elképesztő, hogy ez a gyerek csak az anyjához elragaszkodik, hogy hozzád, nem? Mindig jön vele. Csak nem tudjuk leadni, jön, ott van, nem, egyszerűen leadhatatlan, úgyhogy jöjjön. Nem, pénteken kivisszük, mert nagyon... zene szerető, mindenhol a koncertet hall, megáll, álljunk meg, nézzünk bele, hallgassuk, imádja a zenét, és éppen rákattant így a keményebb rock zenére a kocsiban, úgyhogy pénteken kivisszük egy kicsit. A keményebb rock zene mit jelent a gyereknél, mert hogy tudjuk, hogy az apjának mit jelent a keményebb rock zene? Nem, képzeld, Guns-t hallgat, meg ilyeneket, nagyon kedveli. Kénytelen is, de hogy nagyon-nagyon tetszik neki. Ez az állandónak vett, vagy a csereautó? Már csak azért kérdezem, hogy be... Jó, de szép volt, hogy nem én mondtam. Köszönöm, Jani. Gyerekek, nyugodtan. Ami igaz, az igaz. Hát figyelj, egyébként... Hogy hol a kocsim, szervizben. Miért? Nem tudom. Nem, egyébként... Nem akarok adni egy másikat? Most de ezt komolyan kérdezem. Nagyon korrekt. De úgy állandóra. Tegyük hozzá a rendkedvért, hogy kötelező szervize is van, mert egy éves az autó, és benne került egy a 27.000 kilométer. De ha már kötelező szervizem van, akkor azért megcsináltatok rajta egy-két olyan dolgot, aminek nem kéne olyannak lennie, mint amilyen. Aha, főleg így egy egyéves autó. Mert ha ez 20 éves autó lenne, akkor azt mondod, hogy belefér, igen. Ugye? Igen. Úgyhogy adtak csereautót, de a gyerek nem azért hallgat rockzenét, mert csereautóval jár. Nem, hát csak gondoltam, beszorult egy gáz CD valakinek az autója. Ne viccelj, hát nálam mindig van gáz CD az összes. Megtaláltam most a CD-imet, és nagyon-nagyon rákattant, úgyhogy... Én már a helyükbe egyébként adnék egy újat, azt mondanám, hogy ez már nekünk kellemetlen, sebestérül, úgyhogy itt van egy zsíró, itt nézze, bocs, aki húzza csak szét érdekes. A gyerek húzza az egyik irányba, a másik irányba pedig maga húzza a masnit, jó, igen, és itt van, Mati. De ez érdekes, mert ez ugye két nézőpontot ütköztetsz most, tehát lehet, hogy szerintük ez így normális, lehet, csak lehet, hogy a Bazsi túl érzékeny erre az autó kérdésre, érted? Tehát lehet, hogy az, ami ezzel a kocsival van, az tök normális, érted? Csak ő túl reagálja, tudod, milyen fiú.
túlreagálja egy kis dolgokat. Gyerekek, én hallok valami kis futóműhangot, én szólok. Na most az esetek 90%-ában bebizonyosodott, hogy igazam van. Jól hallottam, ott valami nem stimmel. Hát nézd, hát szereti ez a kocsi a szerviz. Hát ott adták át, hát tudod, nem akar onnan. Van ott valami kis szerelője, ő tekinti a kis gazdájának, havonta egyszer visszamegy, megnézi. Őt látta meg először születés után, ez úgy van, mint amilyen madaraknál van, így a kacsánál. Ja, ez is igaz, így van. Tudod, a tojásból kibújsz, akit először meglátsz, az az anyukád. Meg hogy tök fura, hogy hallod a futóműnek a hangját, hiszen legtöbbször áll az az autó, úgyhogy lehet, hogy ezért, és most már összezavart téged is egy igen. Szóval hát angol autó, gyerekek, igen, nekem mondták, hogy ez ilyen lesz. De szép. De. Nagyon. És na. Ez minden. Mindennél fontosabb. Szerintem visszaállok majd a német autókra. Ennek nem kell. Szóval, tehát tudod, nem? Hogy valakik tudnak autót építeni, akkor azok tudnak autót építeni. Ennyi. Tehát, hogy így lehet itt most egy indiai Tata, meg angol, nem tudom, Rover, meg a kettő egyesült, meg a Tata megvette, meg a kis indiaiak gyártják. Tata nagyon jó autó. Tata nagyon. Na most ugye nyilván ez ugye indiai beruházót jelent, tehát ez nem azt jelenti, hogy valahol, nem tudom, Banglades környékén, ott valahol Jaipur mellett, izébe, kis száriban emberkéképpen szerelik ott a nem tudom milyen, nem tudom, vezérműszíjat, csak hogy mint befektető állítólag. Egy mosoda és egy mangyár között van, ha beszállítanak. Ám ezt két spenótos, kiadták a kínaiaknak. Két ilyen spenótos palakpanír mellett ott éppen szerelik a kocsimat, tehát ugye elvileg csak befektető. A gyerekek, nem kell mindig jól járni. Nem, hát. Nem kell mindig jól járni. Figyelj, ez az én életfilozófiám. Nem kell mindig jól járni. Azért nem, ez hát egy sokadik generációs, nagyon-nagyon intelligens vezérléssel rendelkező, lehet, hogy már öntudatra is ébredt, nem tudnád összezavarni, négy karikát felpatintasz a tetejére, vagy bajlott az elejére, és akkor azt hiszi, hogy az autó, hogy német. Olyan, mint a Skynet. Egy nem rossz ötlet. Ugye, krétával a négy karikát rárajzoljuk, és akkor megébred. De ha erre nincs elég időd, én felfújom rá. De valamilyen lehozhat, és most a csereautóra. Gyerekek, igen, hát a német autó azért az német autó. A csere szóval, milyen ugrik rajta valamilyen állat? A csere, figyelj, képzeld, hogy bármelyik csereautót kapom, az zsír. Igen? Olyan szinte rendben van, ez most egy akkor már kicsit kezdem érezni, hogy ez most a Discovery. Nem te buerálsz el valamit az autót, hogy hozzájuss el egy jó kis csereautó. Nem, a futóművel annak valami nem stimmel, és mindig kotyogni kezd, de mindig megcsinálják, nagyon korrektek és nagyon rendesek ott a szervizben. Ez most azt hiszem egy Discovery. Vagy egy Freelander, nem, ez egy Discovery. Fú, gyerekek, ez viszont a nagyobb a Discovery. Ez az, aha. Ez a Discovery. Nagy ballanos kerék rajta, puha futómű, egészen más, egészen más. Vadászni támad kedved. Hát benne. Komolyan, kimegyek. Igen, az. Olyan, igen, ez olyan, hogy két rendőrkutyát be tudok rakni hátra. Meg négy vaddisznót. Igen. De figyelj ezt a futómű beállítást, akkor mi nem tanulod meg? Mi nem csinálod meg otthon? Hát, kéri hozzá két vizét. Egyrészt csinálom kéne egy aknát, hogy be tudjak állni alá, vagy kéne egy emelő. Nincs aknád otthon. Jézusom, hogy lehet így élni? Hát a krumplit hova teszed? Az a baj, hogy részegen megyek haza, mindig beesnék az aknába, mindig, ha beállni, fölmenne a garázskapu, mennék részegen, beesek a kocsival. Apa, apa, lent vagy? Apa, apa, ez nagyon hangos volt. Mi volt ez? Úgyhogy, gyerekek, nekem hosszú-hosszú ideje német autóm van, volt már japán autóm, azokkal is elégedett vagyok, most kipróbáltam egyet, viszont nagyon szépek az angol autók, szerintem meg stílusosak. Tehát, amit itt mondjuk az X5-ből kipaktan a kopasz aranyakláncos, addig egy angol autóban nem száll ki. Tehát az angol autónak szerintem egyébként stílusa van. A japán meg tök furcsa, mert hogy egy idő után már te magad viszed el a szervizbe, mert nem hiszed el, hogy nincs semmi baja. Igen, hogy basszus, nézzenek, találjanak már rajta valamit. Nem, mert nem biztos, lehet, hogy ha jön, csőstül jön, de nem jön. Nekem is volt japán autó, nekem egy Coltom volt, egy 1.6 GTI Coltom, egy Mitsubishi Coltom, és szerettem egyébként, jók a japán autók, belülről szerintem elég szakadékok, de jók. Tehát műszakilag szerintem nagyon, nagyon szépek, meg nagyon extrásak, nagyon szépen felszereltek. Ja, belülről szakadékok. Szerintem a maga a műszerfal, igen, a japók szerintem nem adnak annyira erre. Tehát maga a műszerfal, lehet. Az, ha beülsz tényleg egy japán autóba, azt látod belülről a japán autó, akinek sok autója volt, tudja. Viszont nagyon felszereltek, nagyon extrásak, tehát nagyon sok mindenet teleteszik. Műszakilag nagyon jó, meg nagyon olcsó az után gyártott alkatrész. Ha eredetit veszel bele, azt szerintem egy kicsit neccesebb. De tudod, ez olyan, mint a kutya, meg a macska, meg az amerikai foci, tehát ha valakinek japánban utálja a német, tehát valakinek német van, azt mondja, hogy mondtad ilyet, a japán autó szar, csak a német. Nekem elég sok fajta volt, szerintem a német-japán az elég jó. Na, milyen vannak keserikon nincsen a logójában az identitásunk, ugye Hungary, ugye, és... És nem érzem. Nem, az jó. Nem az jó. Érzem, hogy gond lenne. Az jó, meg felszerelt. Meg abban egy csomó utángyártottat is lehet venni, nem is kell mindenből eredetit venni. Tehát olyan jó fékbetétek vannak, féktárcsák, nem talán tárcsából érdemes eredetit, de abból vannak jó utángyártottak. Jani csak az eredetiben hisz, fogadjunk. Nem?
Tehát az ilyen féket nem veszel utángyártottat, de nem kell neki. De abból is vannak egyébként jó, tehát hogy van, ami utángyártottat nem, de hogy más specialistától azért vásárol az ember. Van egy csomó, azt, mert persze. Azért vannak nagyon jó kis. Hát nagyon a, kis nyilván az embernek nem olyan autója, hogy szakszervizbe szervizel. Tehát bár a szakszervizek is sokszor azért nagy lehúzások. Ugye hát rengeteg autógyár már nem is az eladásból, sokkal inkább a szervizhálózatból él, szóval abban sokkal nagyobb pénz van. Tehát, hogy én azért viszem szakszervizbe az autómat, mert még garanciás, hát világos. Gari is, meg nekik is élni kell valamiről, egy kicsit olyan, mint a zöldséges vonal, nem? Tessék? Hát, hogy a szakszerviz egyébként nem élne meg, hogyha nem vinnéd vissza az autót. A zöldségesnél borra valót adsz, vagy egy picit több? Figyelj, hát én nem hagyom, hogy unatkozzanak ott a szakszerviz, amikor felsóhajtanak, és azt mondja, hú, elment. Sziasztok! Még itt vagyok! Itt vagyok! Halló. Visszajöttem? Nem, már megint! Hányan élnek belőle? Nem tász a közmunkaprogram mögött? Jól van, elment péntek délután 4 óra. Zárjatok be gyorsan! Halló. Sziasztok! Hallok megint egy hangot? Itt vagyok, én vagyok, azt visszaállhatok. Úgyhogy igen, már kis... Már zárva vagyunk. Kicsi autóm, gyerekek, ott pihen, de hát legalább tudjátok szívni a véremet. Tudjátok, hogy én ebben nem csak titkot. Tegnap már mosolygó arccal adtam át. Végignézte a fél cég. Átültem a másikba. Viszont meg nehéz lenne védeni, ugye? Az a szolgáltatás, amit nyújtanak, azért az első osztály. Megérkezik. Emberünk, kedves, barátságos. Kicsit családtag már. Kicsit családtag, megöleljük egymást. Puszit adok neki. Gyerekek. Hogy van? Asszony. Tesó. Gyere, pacsi. Hátbeveregetjük egymást. Plusz kulcs, elvisz. Használd egészséggel. Ezt mondod neki, ugye? Teli tankkal autó idehoz. Nagyon jó. Visszaad. Már pedig azért azt a tankot teletölte. Teli tankkal bali áthoz, pénteken üres tankkal vissza. Nagyon szimpatikus. De fordítva még nem volt. Fordítva még nem volt. Ők még nem hozták üres tankkal. Üres tankkal visszahozták. Ők azt még nem volt, hogy ők üres tankkal hozták, én meg telivel adtam vissza. Nem, ezekre figyelnek, telivel adom vissza. Természetesen, ha meg nem, akkor meg nyomok egy kis pénzt a zsebébe. Illetve ha van a közelükben zöldséges, küldesz neki. Nem, de nagyon, szóval gyerekek, ezt azért tegyük hozzá. Azért ez egy nagyon korrekt. Hát azt gondolom, hogy ebbe az árba bele kell, hogy férjen egy ilyen cégnél. Családokat tartok el a szakszervizet, a családokat tartok el. Miattam túloráznak. Jaj, ez a tegnapi beszélgetésünket a rohadt borra valóval mi történik tegnap? Ugye elmondtad, hogy te mennyire nagy lelkű vagy és nagy vonalú mindenhol, hogy gyakorlatilag zöldséges. Inkább balek egyébként, ez nem egy ilyen villogás, ez inkább egy ilyen kényszeres balekság. Én úgy hívom. Megyek tankolni 10 után. Na. Persze nincs nálam készpénz, csak kártya, 1 forint apró. Te én még ilyen, tehát semmi, de a kocsiba is mindig szokott lenni, elparkoltam az összeset. Én még ilyen, arról nem éreztem magam benzinkúton. Mert miről beszéltünk, amit nyilván hallgattak a kutasok is reggel, hogy azért hát benzinkúton csak adsz 200 forintot. Ahogy megálltam a Verdával, emberünk rögtön jött mosolyogva, hogy segít. Hát mondom, figyelj, tele. Csak találsz egy 100-as aprót, igen. Mondom, csak lesz az, és egy fillér nem is, bemegyek érted, és a Márkó eszembe, nem mondom, biztos, hogy hallgatták reggel, hogy a Bazsi milyen nagyszerű ember, aha, mert ő mindig ad, mi meg milyen szemét állatok vagyunk. Nem szállták ki az autót, hogy keresnek ki. Figyelj, van itt egy ezen bontatlan gumipók készlet, itt van egy, hogyha plüss dobókocka, villáskulcs, nem valamit. Bármi nem jó, csak pénz. Csak pénz, nincs nem pénz, és ugye kártyával fizettem a tankolásért ráadásul, és nyilván egyébként a tök helyesek voltak meg aranyosak, és melyek kiszabadkozni, hogy nem harugj, nincs nálam apró pénz. Jól veszel, semmi gond. Jó, persze gondolta. Szép volt. Igen. Csak ez az 5 forintos, ezt bedobjuk a tankon. Ja, olyan ciki volt, hogy ugye tegnap pont erről beszéltünk, és nyilván ezután mész be azonnal tankolni az adás után, hogy bocs, majd ma beadom. Hoztam. Igen, az kellemetlen. Kellemetlen. Mi van, nincs napi sajtunk sehol? Valahol kint hever, és valaki elment. Mert felmarjuk. Úgy is tudod, hogy ki van rajta a cím oldalon, nem? Nem. Nem láttam még semmit. Ja. Robin Williams? Is. Ő tegnap volt. Ja, meg te vagy a másik. Há, gyerekek, benne volt a híradóban, bár nincs Kossuth díjam. Azért hoppá. Melyikben? Nem, az M1-ben. Jó, mondjuk a RTL híradó. Ja, csak mondom, vagy egy kis humorral megfüzelezzük, de azért úgy volt a híradóban, hogy nem vagyok Kossuth díjas. Bár ugye az M1-re vonatkozik, nem az RTL-re. Tessék? Miről? A kis pocaklakoró. Jéj! Nem iszunk egy kicsit, most kakilunk, és most egy picit nehezen alszunk, és jön a fogunk. A következetes, aha, vagy mostantól kezdve a születésig csak pocaklakózod. Legyen a kis pocaklakót? Ne, légy. De. Az a baj, hogy az a munkásságon feladása lenne, és egyfajta a hitvallásom, valóan szemenköpés, hogy én pocaklakolok, kívom a gyereken. De megteltem. Ha akarjátok,
kis pocak lakó legyen. Én a viszonylag hülye hangsúlya, mond majd mit. Jó. És amikor megszületik, akkor mondom, hogy hát ma kevesebbet aludtunk, jön a fogunk, nyugösek vagyunk, és kakiltunk. Kevesebbet akarsz látni, így a szabadság, amit elhír, akkor nyugodtan mondjad. Kicsit sokat kakilunk. Jól van akkor. Nem ettünk. Több zabot. Nem szeretjük a gyümölcsöt, nehezen alszunk, és fogzunk most egy picit, úgyhogy vannak problémáink. Úristen. A kis pocak lakó. Hát gyerekek, hát így hívják. Hát ez... Nem tudom, hogy mit mondjon neki. Nem tudtam, hogy ez Marsi Anikótól jött egyébként. Ez neki köszönhető. Állítom, a Feri azt mondja, hogy ő szabadította ezt a szörnyeteget a világra, hogy pocak lakó. Amikor ugye az első gyereküket várták, akkor nem fókuszban mindenütt benne volt összes újság, és ő akkor következetesen elkezdte mondani ezt a pocaklakot, és tőle vette át. És utána visszavonult az ott, nem lehetne a képen, mert rájött, hogy a csúcson kell abba hagyni, tehát hogy adott valamit a világ. Nem magával a szóval van a baj, hanem ezzel a fajta ilyen negédes, ilyen kicsit ilyen tudod. Mondjad aranyosan? Pocaklakó. Se aranyosabb? A kis pocaklakó. Jó, ez az. Na, ez az. Pocaklakó. Ja, Istenem. És nem terhes állapotos, jó? Ezt szeretném, ha állapotos? Ezt minden, tehát, hogy nem terhes állapotos, ez nem egy teher, jó? Ez nem egy teher, ez egy állapot. Az a magzatra, szerelmetek gyümölcsére nézve. Így van, szeretném kérni, hogy nem terhes állapotos, nem baba, hanem pocaklakó, és nem sokat mozog, hanem sokat mozgunk. Jó? Jó. Nem aktív, hanem aktívak vagyunk. És majd arra is vigyázzok, hogy nehogy véletlenül azt mondjam, hogy van a kis Áldás és Viki. Mert hogy az is félreértető, hogy Viki meg nem az. Ne, így tehát, van. Tehát, hogy van a kis pocaklakó. Hogy van az áldott állapotú Viki. Ja, igen. Így. Az áldott állapotú Viki a pocaklakóval. Aha. Így van, ez így szeretném. Hogy vannak szerelmed, ne továbbjai. Igen, ezt szeretném, ha így fogalmaznád. Na, jó. Jó. Jó, gyerekek, úgyhogy hát ez a helyzet. Tegnap ott voltam megint nálatok. Rúgnak Feri. Már. Ja. Rúgnak. Holnál? Rúgnak. Velencei tónál, képzeld el. Ja. Én beleszerettem abba a helybe. Nem már otthonról. Tessék? Hát még akkor baj nem. Előre kivégbordozom magam a következő két évre, mert azért ez egy gyerek, nem gyerek, ahogy szokták mondani, a kettő azért ott már, ugye azért melózni Balázs, kell. Balázs, zárunk már! Jövök! Mennék az még egy kör! Igen. Januártól sehova? Ott voltam, néztem, hogy nem sétáltok-e ott a strandon, ott a wakeboardpályán. Mutattam trükköket, akkorákat estem. Tanítottad a közönséget? Hát, az a baj, hogy nem volt nagyon mire. Kérték, vagy érezted az inget? Nem, tegnap elkezdtem akadályokon ugrálni. Tehát már most ott tartok, hogy tegnap akadályokon ugráltam. Hát ez az első jól sikerült, és amikor megjön az önbizalmad, és azt hiszed, hogy mindent tudsz, akkor... Ez a drótonhúzós? Ez a drótonhúzós végbortája, Velencei tó, így van, és amiben akadályok vannak, és tegnap, mivel már kétszer nem voltunk, meg hajó mögött én párszor végbordoztam, úgy éreztem, hogy bukós is akkor ide jött. Erről telepített akadályok, vagy delfines csúszdás? Ezek telepítettek. Bekeveredett véletlenül. Néhány ilyen félszótod ülős, ilyen elsüllyedt ilyen csúszdás vízi biciklin. Nem, ezek épített akadályok, de akkorát estem, hogy konkrétan nézték, hogy felemelem a kezem. Levettem arccal a vizet, megrántott a kötél, és így felugrattam egy akadályról, és levegőben nyújtva volt a kezem, és megtépett a kötél, és arccal előre ilyen 40-30 belerántott. Ezt csináljátok, utána nem fogjuk. Nem, de nem akarjuk. Nem is ajánljuk. Pillanat, hogy elsötétül a világ, tudod. Így hát az már 30-40 nem olyan, mintha betont fognál egy kicsit, nem? Az híd, olyan volt, hogy kajakra egy boxkesztyűvel egy bitangul fejen vágtak volna, és onnan nem jön érted a hajó, mert az közelebb van a stékhez, most közel legyen 150 méter, és akkor meg onnan ússzák ki. Azt hittem, hogy sírom magam. Az olyan magányos voltam, nagyon. De megy az ugrás már, úgyhogy haladunk. Az ugrás része. Az igen. Ugrás része. De az ott, hogy először jól megcsináltam. És mondom, hát ez gyerekek. Figyelj. Jó vagyok. Te jó tapsolt vagyok. Mindenki, örült, mondom. Megyek még egy kört. És akkor, mint az állat akkor, hát nem tudom mozgatni nyilván, a nyakam. Ahogy ismerlek, nyilván nem az alapugróval kezdtél, hanem valami. De egészen szerint. Nem, ott azért vannak nagyobbak, arra nem mersz rámenni. Tehát, hogy viszonylag visszafogottan nyomtuk ezt, de nagyon sikerült nagyot esni, úgyhogy szerintem némi agyrázkódással tudtam ezt a tegnapi napot ott abszolválni. De nagyon jó az a hely. Erszel, én mondom, évek óta. Jó a víz. Nektek. Jó, most jó, meleg a víz is. Most 4-5 napig megjön egy hideg front, úgyhogy nem tudunk menni. Nem bár. Hát gyerekek, én most egy picit kivagyok ettől, mert ránéztem a naptára, augusztus közepe van, és úgy bejön egy hideg front, 23-24 eső, stb. Hétvége off. Ezt neoprénben nem lehet csinálni? Egyébként de. Lehet csak úgy az olyan. Hát csak az olyan nyomorú, hogy csak állsz a dóparton, az igazi elhivatottság. Arra mondják azt, hogy igazán vagány. Tehát, hogy ott már azért, érted, már gyűlnek az emberek a partra, és nézik, hogy miért csinálod ezt, tehát te. Amikor igen. Otthon van a kis pocak lakó. Igen. Az állapotos. Az áldott állapotos.
párommal. Vannak ott nagyon ügyes srácok, egyébként olyanokat ugrálnak, hogy elsírod magad, de hát mondjuk az év 365 napjából 200-at ott vannak, és napi 8 órát edzenek. Hogy igen. Ilyen világversenyen induló kislány is gyakorol nálunk, 16 vagy 17 éves. Igen, talán. Az apját is, meg a kislányt is ott volt. Ott, és így nézed, hogy há, helyre kis bige lejön a partra, ráugrik erre a vízére, fadarabra, amivel ti ott mókászok. Olyanokat csinál, csak hát, nem hiszed el. Igen, ez ügyesen. Lenni, hogy ez a cél, ide akarunk eljutni. Sokat csinálsz valamit, akkor hogy ez így gyűlik a rutin. De mi akarsz, lány akarsz lenni, vagy világbajnok? Helyre kis csaj akar lenni. Helyre kis csaj akarok lenni. Nem, ele akarok ugrálni. Nem érdekel, ha sokat esem. Abban van a vitamin. Az kell. Igen. Kell az, kell az. Bár van az a szint, amikor már ugye az emberek kezd el menni finoman a kedve. Tűzre van, tegnap az volt. A cél. Kijöttem, letettem a deszkát, és mondom, hogy hát köszönöm szépen. Jó volt, de el, nap is kezd el menni, eső is, full. El is estem, rohadt nagy. Majdnem el is ájultam, úgyhogy ez így elég. Tényleg ilyenkor mi a mellény, az a rajtad? Tehát, hogy lebegsz. Persze. Nem? Tehát, ha elájulsz és a mellény ugye fölfordul. Csak arccal a vízben nem annyira. Ja, fölfordul. Megjön egy hajó, tehát látják azért, hogy nézik, hogy kiesik, és azért, hogy nagyon nem mozogsz, akkor ott van a hajó hamar. Ha mozogsz, akkor attól függ, hogy a pálya melyik részén esel el. Kivontad a rendőrmotoros, mint azt a testet, most valamelyik nap láttam az egyik. Az elég kemény. Portálon, igen, hogy ott húzatták. Nagyon nem tudnak ugye mit csinálni, de hogy azért az elég kemény. Hogy ez olyan érdekes, olyan... Gondolom kivitték, hogy láttam, merre mennek, ott a Lágymányosi felé mentek, gondolom, ott az A38 kopaszival ott behozták a kopasziba, és ott a végén valahol ott próbálták kiszedni, mert egyébként ezt ugye partról nem biztos, hogy ki tud szedni. Tehát kihúzták. Néztem a fotót, az elég kemény. Elég érdekes. Picit gyorsabban meg talán fel is áll. Igen. Hát dobnak rá egy kötelet. Igen. Szerintem a kopaszió szegét lehúzták. Igen. De ott a fenét keres egyemben. Meg nem fér föl egyébként ilyenkor a járműre, tehát nem lehet feltenni. Hát egyrészt nem tudom, hogy azért azt csak úgy meg lehet-e fogni, hogy aha, milyen állapotban igen, van. Lehet, hogy ez... Föl tudott húzni a rendőr a jó átújára, de nem szerencsés, azt utána ott ugye azért fertőtlenít és a többi, tehát szerintem azt oda szakavatott búvárok, kiemelők lehúzták, és akkor ott vagy mentősök, vagy valaki kiszedték. Ott állnak kint a turisták a parton. De gondolom azért vitték le fel, aztán olyan helyen viszik, ott a kopaszinak a végén, vagy egy kicsit mi A38 mögé, ott leviszik egy olyan részre, ahol ki tudják szedni. Tehát azt oda vitték. Szerintem, ahol ugye le tud állni a mentő is, mert ugye nincs olyan partrész, ahol a mentő egyébként oda le tud állni. Amikor meg rá tudják tenni egy ágyra, tehát valami fix részre kell kihúzni, azért vitték lefelé. Vagy ott kevesebben vannak. Tessék? Arra viszi a víz egyébként, és merre vigyék fölfelé. Igen, de hogy ott azért jóval kevesebben vannak, azért vitték arra. Az elég morbid volt. Ezt néztem, igen. Jó, van, hogy állunk játékkal? Hát, szó-szó, egy-egy. Mi az, hogy szó-szó? Ja, jó, mi az, hát hogy az, hogy akkor elég kaka a helyzet, Feri. Hát nem, hogyha már egy rékérdezt rá kérdeztél. Akkor lenne kaka, ha 2-0 lenne a hallgatóknak. Na, akkor ugye? Lenne nagy baj, de most tessék, egy-egy. Most egy-egy. Egy-egy. Ugye ezt tegnap bedurrantottad, de mostanában nálad szokásos, igen. Igen, viszonylag több sebből vérzik a játék stílusom. Szereti a szót. Hát, most, na. Hát de most jön a kis pocaklakó. Így van. Hát előre kell. És ez megy január. És ezt fogjátok januárig hallgatni, igen. Fél hét múlt pontosan 2 perce, ha valaki szeretne játszani, akkor tegye meg nyugodtan. Jelentkezik SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra három mindenkinek. Kérdezik többen az online adást, hogy mi a helyzet. Én megnéztem a morningshow.hu-t, ott működik. Ott hallgassátok. Az applikációnkkal valami baj van szerintem. Itt volt egy ugrás, és ahonnan megy ez az applikáció, most nem követte. Úgyhogy vagy a classfm.hu, vagy a morningshow.hu menjetek az élőadásra. És akkor ott tudjátok hallgatni. A Morning Show app az most, erről tegnap is beszéltem egyelőre, ott nem találja magát. Igen. Valamiért fáradt egy kicsit. Lehet rajta látni egyébként, tehát onnan át lehet menni például a Facebook oldalunkra, és akkor meg lehet nézni a friss tartalmakat, de hallgatni nem lehet. Majd megcsinálják. Emberek dolgoznak rajta. Hogy nem? Na, így nappal át jövő fel. Köszönöm. Nem is aludtak, egy hete nem látták a családjukat. Abszolút. Előbb-utóbb megoldják. Na, megnézzük akkor, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, nagyon jó reggelt kívánok nektek is. Hello! Azt mondja, hogy várjál, nézlek. András? András vagyok, igen. András, honnan hívsz minket? Veszprémből.
Veszprémből. Azt hittem, hogy lefejelted a tükröt? Igen, igen, sajnos reggel sikerült egy ilyen balesetet elkövetnem, mert reggel kávé hiányában nagyon rosszul indult a reggel. Fú, és... De nem ismerted fel saját magad, és ki vagy te a lakásomban? Vagy dühös lettél a rossz formád miatt? Hogy nézek megint ki? Paf! Ja, hát igen, igen, és ugye látszott rajtam reggel, hogy nincs kávé, elromlott a kávéfőző ráadásul, úgyhogy így rosszul sikerült ugye reggel. És vérzett is a fejed? Fú, nagyon, nagyon. Oh. És ennek ellenére még van erőd játékba jelentkezni? Hát reméltem, hogy így a játéknak a győzelme miatt így sikerül begyógyulni a fejemnek, és elmúlik a fájdalom, úgyhogy remélem. Remélem ez így erőt ad, hogy a mai napra így elnyomja a fájdalmat. Aha, na jól van. Oké, András, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Remek. Remek. Végre köszörülheted azt a csorbát. Ajjaj, hát remélem. Hát igen, hullámvölgyben vagyok. Nem is látom a legyületet, hogy majd ma. Igen, nagy hullámvölgy. És mióta nem nyertem? Elég régóta nem nyertem, ugye? Hát rég volt. Igen, múlt héten kettőt veszítettél, most egyet. Uh-huh. Most már jössz ki, érzem. De még hátra van a hétből néhány nap. Most is játszol. Hú. Igen, holnap után még bármi lehet. Na, megnézzük, mehetünk? Mehetünk, persze. Készen állok. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, figyelj. Téged szokott érni ilyen baleset reggelente? Reggelente kevésbé. Reggel nagyon tudok vigyázni magamra. Napközben volt-e már valami baleseted? Volt, hát kisebb kéztörés, lábtörés, ilyenek. Hogy sikerült eltörni a kezedet? Csúszdáztam talán. Csúszdával. Vízibiciklis csúszdás. Gyerekkorodban vagy mostanában? Inkább gyerekkoromban történt mostanában kevésbé. De sűrűn történik veled ilyen? Ó, rám akasztották a Bad Luck Sziki nevet, és folyamatosan állandóan történnek velem ilyen hasonló balesetek. De mi volt a legutóbbi a tükörtörésen kívül? Beleestem egy patakba például, felesek a lépcsőn, meg ilyen hasonló dolgok előfordulnak általában. Az jó. Még van 3 másodperc. Erdőmezőn dolgozom, és állandóan így beleesek a bokorba. Az jó. Az jó, az jó. Hát megvan az ajándékcsomag. Igen, a patagos sztori annyira megrázta Balást, hogy... Az megütött. Ott érezni lehetett, hogy beletaposott a fékbe. Nem. Gyerekek, nem megy nekem az ajándék. Nem. Hát, dehogy nem megy, nem mondták ki semmit. Nem mondták ki tiltott szót. Úgyhogy jó voltál. Nagyon szuper. Már nagyon régóta próbálok bejutni a játékba, szinte minden reggel küldöm a SMS-eket, és most végre sikerült. Látod? Gyerekek, így mennyi most az állás? 2-1 visznek a hallgatók. Ajjaj, játszanotok kell. Nem állok jól. A tegnaphoz képest jobb vagy? Igen, már eljutottam oda, hogy legalább nem mondom ki. Most már legközelebb meg is tudom talán nyerni. Bár most csak 55 másodpercet játszott. Igen, az utolsó hetet már el is engedtem. András, küldjük az ajándékcsomagot, köszi. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, szia. Napot. Hello. Jó lesz az, mondom, holnapra már menni fog. Na. Azt írja meg, hogy elvileg igen szóval kezdtem, de nem kezdtem szerintem. Biztos, igen szóval. Nem. Ilyen személyjegyzőkkel, ilyen menedzserkkel, mint amilyen a Feri. Így van. De lássuk meg a jót benne. Ne azt nézzük, hogy nem nyert, hanem hogy nem úgy veszített, ahogy szokott. Már legalább már túl jutottam, ahol mondtam. Ti is úgy halljátok az Ákos számban, hogy mindig más a hibás, mindig más a soma? Hogy mindig más a soma? Mindig más a hibás, mindig más a... Az érdekes. Más a soma. Mindig más a soma. Igen, gondolom azt mondja, hogy mindig más a hibás, mindig más ostoba. Aha. És abból hallottam. Tehát az semmi más a hibás, mindig más a soma. Hát ő nem soma, ő Ákos, tehát azt mondhatja, hogy más a soma, nem? Mindig más a soma. De ugye azt tényleg jött, hogy mindig más ostoba. Szerintem. Veszprém és környékén szakad az eső. Szebb napot írja az otya. Mosonmagyaróváron órák óta szakad az eső. 15 fok van, hol az ígért kánikula. És Ákosnak üzenem, hogy Veszprémben minden oké, kicsit álmos vagyok, de az utak járhatóak. Jaj, szakad az eső, írja Szatyi. Gyerekek, ma még nálunk jó idő lesz, aztán jön a hidegfront. De miért? Hát ez az. Van, ne jöjjön már. Hát be nem volt. Egy összefüggő rohadmányos hetünk nem volt. Jó, de a hidegfronttal nem jön eső. Hát hallott, hogy szakad Veszprémben, Mosonmagyaróváron, egész Nyugat-Magyarországon. Ma! Ja, hogy ma nem. Aha. De holnap. Holnap jön a hidegfront. Az igen, de eső nem jön vele. Hát ne jöjjön már. Mindegy.
Oké. A játékos kimondta az igen, de Anna, hallgass meg az egészet, mert többen mondják, hogy én is. Ha én, az mindegy, mert megkapta az ajándékcsomagot, annak nincs jelentősége. Ha kimondta a játékos, gyerekek, egyébként nem mondta ki. Nem mondta ki. Sajnos, bárcsak kimondta volna, de nem mondta ki. Jól van, 2 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, most pontosan 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Trafipax Info 85-ös főúton Farádon, kék transporter Sopron felé, miért? Az ott marad, gyerekek. Tomiból, gyerekek, az ott marad, igen. Aztán nézem, M0-18-as kilométer könnél az M1-es felé vezető szakaszon torlódás várható. Több autó ütközött. Szép napot, ez Zsolt küldte nekünk. Néhány SMS még a játékra. Egészség. Na, jó, vagy csak az legyen. Veszprém és környékén szakad az eső. Jó, igen, gyerekek. Igen. Aki ott lakik, az látja, akit nem ott lakik, az nem, azt nem érdekli. Nagyon sok SMS kapunk, hogy hol esik az eső. Azért mondom, hogy ne írjatok, mert nem tudom beolvasni, akkor rám lesztek mérgesek. Nem olvasom be azt a 400 falut, város, települést, ahol most esik az eső. Uh-huh. Aki kilép az utcán, az látja. Igen. Aki nem ott van, az meg annyira nem érdekli szerintem. És ha felé megy, érted? Tehát ha az egy ország térképet tudsz ebből rajzolni, hogy Moson-Magyaróvár, Veszprém, lassan Budapest, Velence. Például hogy... te is, hogy nem indulsz el a Velencei tóra, hiszen esik. Érted? Nem mész el végbordozni. Bizony. Aha. Már téged nem állít meg semmi. Még egy akadás a pályán. Akarjátok, én az összeset beolvasom, te... csak úgy hosszú lenne. Észak-nyugat Magyarországon most egyébként szinte mindenhol esik, és ahogy látom egyébként a keleti ország részén, egyedül Csongrád vállal szolidaritást észak-nyugat Magyarországgal. De mert hogy ott kezdett el esni az eső egyébként, elég szép idő van. Majd, amíg nem jön a hidegfront. 2 éve minden reggel titeket hallgat, 7 bestia, köszönjük a reggeli jókedvet, ébresztést, a második évemet töltöm ezen a helyen, és fantasztikusan érzem magam. Milyen hely lehet ez? De jó hely, egy elégedett dolgozó. Uh-huh. Csörögjünk el, kérdezzük meg. Jaj, sajnos nem beszélhetünk, mert a főnök. De amúgy csodálatos, minden nagyszerű, csak nem lehet beszélni, és egy pisi szünet van egész nap, szevasztok. Balázs, John Matrix vagyok, a Kommandó című filmből. Remélem a következő fiad rólam kapja a nevét, ha már az előző az ellenfelemét, Bennett századosét kapta. Sebestyén Matrix. Na most kiderült, a Kommandó után kapta a nevét a gyerek. Igen. Lebuktál. Én ezt nagyon tisztelném. A kedvenc filmem a Kommandó. Én ezt nagyon tisztelném. Ezt a névadást. És akkor John, ezt a Sebestyén Matrix lesz? Bizony, ezt az, de jó, az inspirációt. Sebestyén Matrix. Bizony. Az milyen lenne, nem? Hogy hívják? Kis Matrix. A Kis Matrix. A Kis Matrix. Megérkezett a Kis Matrix. Igen. Annyit ír valaki. Esik az eső. Ezt már viszont nagyon kedvelem. John Matrix. John Matrix, az ilyen. De ki volt a John Matrix? Mert a Bennett százados, tudom, ő volt a Bennett százados, hát aki az ellenfele volt. Nem. A John Matrix az, ahogy hívják, volt a, az Arnold volt, a Bennett százados pedig az a nagy a Bennett darab, volt a rossz. Igen, az a páncélinges, ilyen fura, ez volt, fickó volt, mert hogy egyébként azért ez egy modern film volt, hogy ezt képest egy ilyen páncél mellény volt a csávon állandóan, és úgy végezte, hogy egy ilyen rettenetes nagy kályhacsövet beletolt a mellébe az Arnold, és azon keresztül jött ki a gőz. Tényleg. Ez a kép megvan. Igen. Na, Anna visszahallgatta a fekete fehér igenemet, senki nem mondta ki, én se az elején, és a játékos se. Az volt az, tőlem az elején, na figyelek, így indult az eleje, de nem volt igen. Úgyhogy a lényeges dolgokon ez nem változtat. Nem. Tulajdonképpen igazából megvan a pontja a játékosnak. Úgyhogy nem tudunk ezen változtatni. Garán dolgoznak Mosodnában, Jani, szeretted volna megtudni, Anna már utána is járt. Mosoda? Egy mosoda. De aranyosak. Jó van. Az aranyosak a mosodában dolgoznak? Az jó? Na, ha nekem így szimpatikusak a mosodások. Az akárcsak lettek ma, az nem. Tehát a mosoda az aranyos. Jó. Figyeljetek, nyilván ez az én habitusomból fakad meg, az érdeklődési körömből, meg a fejlődésem, de én mindig nagyon kedveltem azokat, akik így rendet tesznek, meg tisztaságot csinálnak, meg kezdve a szippantósoktól kezdve a mosodásokig. Gyakorlatilag mindenkit. Szeretem ezt a vonalat nagyon. Az jó, az jó. Ugye? Nem esik, írja valaki. Ezt nagyon szeretem. Na, láttátok azt a nőt tegnap, egy érdekes dolog, aki egy fotót csináltak róla, a parlament előtt van egy kis tavacska. Igen. Valamilyen kis szökőkutszerű kis képződmény. És tervezték is. Tehát ez egy meglepő dolog, de hogy ez ráadásul tudatos is volt. És a milyen oda lehet menni, meg lehet csodálni. Fürdeni nem lehet benne, mert egyébként
ijeszgetik a gyerekeket, hogy ne fürödjél benne, mert egyszerre kezelik. Aha. Kérdezem én, akkor mi a fenének van, de mindegy. Hogy nézzed. Hát figyelj, ezt külföldön megoldják, hogy bele tudsz menni a szökőkutakba fürdeni, most ezt nálunk nem tudják megoldani. De nem is ez a lényeg, odaült egy nő a parlamenti tóhoz, vagy ez a kis tavacskához, vagy mi ez, és belelógatta a lábát. Melege volt, ugye? Melege volt, hát ezzel még nincs is semmi baj. Nézed a fotó összeállítást, ezzel még semmi baj. A következő pillanatban látszik a fotom, hogy elővesz egy borotvát, és szépen szeretem. Elkezdi beleborotválni a lábát. A parlament előtt található. Egyébként fürdése nyilván nem alkalmas tóba, vagy ilyen kis szökőkútba. Hát nem is fürdött benne. Borotválkozott. Vagy ez beleborotválta az ő lábát. Milyen élelmes. Hát de most ott a víz, érted? Egy borotva csak van nálad. Gondolom, mitől randira ment, de még otthon nem vette észre, hogy baj van. És azért lógatta bele előtte a vízbe, hogy megnézze, hogy mennyire erősek ezek a vegyszerek. Hát, ha lemarják a szőrt a lábára, tessék, és nem kell borotválni. Nem, és mégis kell. Uh-huh. Igen. Ez a Pesten hallottam, van egy ilyen Facebook csoport, és egy szemtanú osztotta meg a képet. Van egy ilyen vizes árok tulajdonképpen a parlament előtt, és hát ez a ilyen kis tankcsapda, kis vizes árok, ugye ez védi a Kossuth teret az autósoktól. Nehogy valami... Nehogy valaki odaugrasni. Nehogy valami nagy tébetűs ott bele száguljon a 12-es kapuba. És ott ül a nő. Ott ülnek többen. Ebbe te belelógathatod a lábad. És beleborotválja a lábad. És többen is lógatják? Ugyanak? Többen is lógatják. Igen, ebben erre így felmászhatsz tulajdonképpen. Aha. Vagy a másik oldal, ami egy színben van a földszinten, ahol emberek sétálnak, ott le tudsz ülni. Na most azért gyerekek, szóval, hogy azért ez nagyon sutyó. Szóval engem kevés dolog irít. Én azt gondolom, igen. De ha más, hát, én nagyon szívesen meghallgatom a másik oldalt is. Szebb, mint a fürdőszobám, ráadásul közpénzből van, ez egy kicsit az enyém is. Kicsit én kint vagy a napon, szép a kilátás, ott a parlament na előtted. Most, képzeld, ha ezt így képen végignézem, nyilván kevésbé zavar, bár látom a kis szőrcsimbókokat, hogy ott leszállnak a borotváról, és így, beúsznak ugye a szűrőberendezésen keresztül majd a Dunában. De amikor így ott ülsz, napozol, leszel egy fagyit, és így valaki úgy elővesz egy borotvát. Hát, ha veled randizott hát, volna, lehet, hogy nem örültél volna neki, hogy a szőrös lábbal megy oda. Hát nem úgy értem, hanem, hogy te ott ülsz valakivel randi. Azt gondoltam, hogy ilyen nővel eleve nem randizol, aki elővesz egy borotvát, vagy ha randizol, akkor fölállsz és ott hagyod. Szerintem azért ez meglehetősen prostó. Tehát, hogy... Figyelj, randi közben borotválkozni, azt szerintem erős, nem? Randi lehet, hogy randira ment, és azt mondta, hogy inkább itt leszek egyszer sutyó, mint a félvároson keresztül. Én nem tudom. Tudjátok, elég nagy az inger küszöböm. Tehát, hogy azért viszonylag én nagyon toleráns, hogy meg kevés dolog az, ami úgy meglep. De ez meglepett. Ül a nő, látszik a fotón, és borotválja a lábát. És hab van, borotva habot? Nem látok a fotón borotva habot egyébként. Tehát csak egy ilyen sima, gondolom ez az a fajta borotva, aminek az eleje fölken egy kis anyagot. Tehát, hogy az se kellett. Igen. Mert az igazi, az lett volna. Előkrémez. Lefújja magát, és ott. Ennél egyébként nekem van egy szebb sztorim. Na. Az is borotva. Értve, az nem borotvás. Hát várj, annak idején, még a Danubius Rádióban voltunk egy kitelepülésen, valahol kelet Magyarországon, egy strandfürdő avatón voltunk. Ott a következő történt, az izmos fiatal ember ült a medence partján, mögötte pedig a jó képességű barátnője, aki mindenféle lufikat hordott magán, ott is, ahol nem kellett volna, szemöldök csipesz, a csávó ült háttal a csajnak, és a hátáról a szört tépte ki egyesével, amit így belemosott a csipeszről a medencébe. És így többen oda mentek, hogy fiam, ne haragudjatok, hogy egyrészt nem tartozik ránk a dolog, másrészt meg, hogy a medencébe, de ahova mi fűzünk. Mi szép magam. Dolog a szerelem, meg igen, nagyon aranyos turbékolók gerlepálatok. Igen, ez a szőr, ez valahogy ilyen pedig sok minden van ám egy-egy ilyen medencében. Tehát, hogy nem is gondolnád, hogy mennyivel több minden van, mint ahogy ott belecsipkedi a kis, igen, amennyit szeretnél. Tehát, amikor elmész a szecskába, és hogy érzed az alján ezeket a kis levált bőrdarabokat, meg ezek is olyan, mint a homokos parton lennél, tehát a Széchenyben fürdőben azért van néha érdekességek. De igen, szóval ezt így végignézed, és azt gondolod, hogy az emberi taplóság neki nincs határa, nem? És tényleg. És tényleg. Szóval, tényleg. Hogy így persze, nem lesz nagy bajod, hogy ő ezzel beleborotválja a lábát, mert ugye egyébként a víz is túléli, te is túléled, semmi baj. De hogy úgy mégis azért ott ülsz, eszed a kis sonkázsemlédet, nem? A gyerek feljön a víz alól, az arca kiszörösödve, pedig az előbb még nem voltak rajta ilyen jelek. És ott ül és borotválja a lábát. Hát ez elképesztő. A Városligeti tó egy ilyen hely egyébként. Ott is szoktam. Ott azért vannak érdekességek. Nem egyszer láttam oda bemenni embereket, akik egyébként úgy teljesen vinámon bevitték a kis szappant.
azt látod, sétálsz a gyerekkel, feleséged, de Várostiget, tudod, Vajdahunyadvár, kisfagyi, kis állatkert, mit tudom én, ide, áll a csávó bent a Várostiget, tudod? És a klasszik mozdulattal, egy ilyen habzó vizével szappan, mossa magát. Óriási. Leöblíti, belegugol a vízbe. Óriási. És így állsz, és azt mondod, hogy te jó Isten, Balkán. De hogy így a legsötétebb. Mert a kacsáknak jó. Az azoknak a nagyon. Kacsának azoknak jó, nagyon. Is jó, azok szeretik igen. Nagyon. Igen, mondjuk náluk nincs tusfürdő, általában, vagy én még nem láttam. Mondok durvábbat, Viki mesélte, mikor ők szintén a Városligeti tónál voltak, én nem voltam ott, a gyerekkel sétáltak, tudjátok, mit csinált egy nő a Városligeti tóba? Jól gondold meg, hogy elmeséled el. De semmi, hajad mosott. Jó. Samponozott. Vagy bármiféle olyan samponszerű, nem gondolnám, hogy olyan komoly sampon volt nála. Valami olyan dolog, ami kicsit habzott, megfogta. És belehajolt? Belehajolt, és szépen hajat mosott a Városligeti tóba. Hogy azért így... Hogy? Tehát, hogyha egy nő, akinek egyébként igénye van, hogy hajat mosson, annak valószínűleg van víz otthon. Mert ha nincs igényed, nem kell víz. Vagy nincs víz, de van igényed hajat most is, vagy olcsóbb, és spórolsz? Spórolsz. És elmész a Városligeti tóba, és belemosod a hajad. Hát, az, szerintem az nagyon meleg. Aki igényesebb egy picit is, azért az sejti, hogy ez a víz nem biztos, hogy jót tesz a hajának. Ez nem igaz, a természetes vizek sokat segítenek. Hogyne, tele van mindenféle kis kacsa, vizével, az hát, tele van foszforral, meg egy csomó minden. Hát mondják, hogy ugye a tengerparton az nagyon jó tesz a tenger. Más az élővilága, egy picit más. Én is láttam már ilyen képet, azt a srác tengerparton aloeberával mossa a haját, igen, de hogy ez nem az. És aki hajat mosott benne, az nem hajléktalan volt. Nem arról van szó, hogy ő kibotorkáltotta, nem tudom, a Vajdahunyadvár kiült, elüldözték a rendőrök, és belement, és úszott egyet, és hajat mosott. Tehát egy viszonylagosan egyébként normális, jól szituált nő, ahogy ez a lábborotváló se tűnik egyébként teljesen abnormálisnak. Tehát itt normális nők is fekete ruhában. Borot vágatja a lábát. Figyelj, belemosta a haját. Hát gondolod, hogy most miért nem mossa bele? Hát. A Városligeti tóban fürdő csávó, az fürdőnadrágban volt? Én ezt nem is néztem meg egyébként. Ugye, az is egy érdekes dolog. Vagy alsógatjában valószínűleg. Igen, de hogyha fürdőgatjában volt, akkor tudatosan úgy ment ki, hogy ő fürdeni fogott. Nem? Mert lehet, hogy ez egy bejáratot. Ha szecskába indult, akkor érted a fürdőnadrágot. Szép nagy vizes blokja van. Ő így gondolja. Jó, panoráma. Vannak az együttélésnek olyan pillanat, ami azért ki tudja borítani az embert. Ha közlekedsz, ha autóval mész, ha bármi olyat látsz... Már a társadalmi együttélésnek. A társadalmi együttélésnek, mit mondtam? Jó, nem együttélésnek, mert hogy ön... Ja, nem, a feleségem ritkán mossa be a kis pocaklakóval a hasába a haját a Városligeti tóban. Ja, ez nem egy elszólás. Tényleg nem is gratuláltam ma a pocaklakó. Köszönöm szépen. Szóval, hogy van az a típus, amire egy felsziszensz. Bizony. Tudod, ez a... Ó, nem akarom ezt látni. Ezt nem akarom végignézni. Kinek a hamutartó kiöntése? A kocsiból az inger küszöbe. Én annyiszor 100 000 forintot szeretnék itt látni az asztalon most. Ahányszor ezt már láttam. Igen. Valahogy mindig előtte csinálják. De most miért tényleg? Tehát amikor a három betűs egyébként meglehetősen drága német autónak lemegy az ablak, és fogja, és az emberünk szépen kiüríti a hamutálat. Na ne bántsuk a német autókat. Hát most próbálok tényszerű lenni, mert hogy ténylegesen az volt. És akkor hát megyek el mellette, és oda szóltam neki, hogy gratulálok. És látszik rajta, hogy vette is a lapot. Igen, egyébként tetszett is neki a dolog. Igen, rávágott a szélvédődre, hogy... Egyébként ilyenkor már nyúlok a táskához. Tetszett is neki, de tovább a segédeszközömhöz, hogyha esetleg... Na, három ágú. Nem. Megdik 8000, hogy mi van nálad? Egy Rexona 8x4, vagy egy impulz, vagy mit hordasz? Sírás lesz a vége. Van nálad valami kis... Hogyne volna, persze. Segédeszköz? Én nem tudok már elmenni ezek, mert annyira végtelenül tírpák tapasztalat. És tudom, hogy el kell menni. Elképesztő. Tehát, hogy tényleg honnan veszik ezek az emberek a bátorságot. Tehát én mindig egyébként, most már amúgy az én ideológiám ebben a dologban már nagyon fejlett. Már én azt mondom, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy büdös bunka, aki ilyet csinál, hanem ez az ember, ezt gyakorlatilag nem tiszteli ezt az országot sem, komolyan mondom. Tehát, hogy nem tiszteli a nemzetét, nem tiszteli az embertársait, nem tisztel senkit, se Isten, se embert. Mert ilyet egy épkézláb kultúr ember nem csinál. Érte? Szerintem ennyire ezek bele se gondolnak, hogy most a tiszteli az ott a jelenlévő parkolókat. Nem is csak prosztus, ez az Ausztriában is megcsinálja, meg Németországon, és amivel egyébként példálózik akkor, amikor kultúrnemzetekről kell beszélni, meg bezzeg az osztrákoknál.
Hát öcsém, itt is normálisak lennének az állapotok, meg itt is nem hánynál magát az ember, persze, mondjuk aluljárótól aluljáróig tartó séta során, hogyha mondjuk így állnál hozzá. De ott kint valószínűleg nem szemetel. Itt meg kiüríti hát a fél a következményektől, igen. Különben meg kicsit a visszatérve az alapsztorihoz, a borotváló nőhöz. Nagyon nagy. Örüljünk neki, hogy nem fazont igazított. Érve? Egy mindennek a jó oldala. Igen. Most érted, mi a jobb, egy boldogtalan férjek egy szörös lábú nőhöz megy haza, vagy hogy mi végignézzük, hogy jobb. Hát akár nézzük végig, és akkor legyen a boldog a férj. És szőrszálakat találtál után, és nem gyant a csíkok. Na de figyelj, de minden nőnek a táskájában van borotva, nálad is van borotva? De hogy van borotva, hát miért nem már borotva? Leülsz, mit csináljak? Olvassak egy SMS-t, olvassak, leborotválom, hát iskolára, ott van a nőknél a borotva, vagy egyébként tényleg, hogy van? Annál ennél a Peti úgy szereti. Persze, hogy nem, menjél már. Sok mindent láttam női táskában, azért a borotva azért láttam otthon zajlik. Hát már azért az elég intim dolog, meglepődni, beszélek a hallgatókat, meglátnád az üvegablakba a lábamat. És kapirgálnád a lábszáról, már így húznád le. Hát nem. Mondjuk a gyantacsik azért, Feri, azért az nem megy bele a vízbe a szőr, legalább annyi előnye van, mert borotvánál belemegy. Hogy egy az egybe ott marad és kész, beteszed a táskába. Nem is az a pár szőrszál, hanem tudod, ez amikor rájössz, hogy ú, de sútyók vagyunk. Ú, tudod, hogy azért ez ilyen sajnos. Kicsit ezt gondolja az ember, nem bántó általánosítással, de jaj, de nyomi. Ugye, hogy tényleg, tehát most oda pisilam, jobb, elfordul, rájött, teljesen normális konszident, hogy beleborotválja a szőrét egy ilyen köztéri szökőkútba, azért ez nagyon nyomi. Te mit látsz? Láttam már én is csodát, dagályba láttam. Mindenkinek vannak érzékeny pontjai egyébként. Kinek a haj, kinek a szőrszál, kinek a hamutartó. Te mit láttál? Kinek a pap. Én a dagályba láttam egy jó középkorú hölgy, a szauna előtt van egy pihenő rész, kis padok, ahova le lehet szusszanni, miután szaunáztál, és ott szépen elővette a kis pedikűr szettjét, és kis csipesszel, mindennel pattogtak a körömdarabok, mert ugye ahol ő megnyomtott, pattogtak, és még szedegett a szaunában? Nem, a szauna előtt vannak, van két-három ilyen kis pad. Hát jön ki ott a jég, ilyen jégkása, amivel így kicsit be tudod dörzsölni a testedet, óriási. És ott a leült arra a padra, és amerre lépett, mindenhol pattogtak a körömdarabok, és szedte le a bőrkeményedést. Hát de miután? A sauna után jó, le tudod szedni. Jó, persze, az elszállítás után meglazult a bőr, persze. Ne, hát, hogy kicsit hazaér, visszakeményedik. Há, hogy ez, de? Hát mikor vágja? Persze. Hát a rendben is van. Csak finoman végignézted, hogy ott pattog. Nem, én nem néztem végén, két pattanás volt, amíg elmentem ugye a másik medencéig, és mondtam, hogy na jó, ezt én itt nem ülnék le pihenni sauna után. Ott volt a kis csipesz. És hát gondolom végcsinálta mind a tízlelvágyanyagra. Ez valahogy ez a csőr, köröm, karom, szőr, ez valahogy nem. Én nagyon szeretem az egymás testét böngésző egyébként strandon nagyon vidáman, mint a majmok, tudod, amikor elindul ez a pali ül, bebódulva, a nő meg mögötte kurkászik, és a néha pali néha felült, ilyen vidám, ez a nagyon vidám a pattanás nyomkod. Jaj. Hát, aha. És ott fekszel mellette 5 méterre, tudod, és jó, ez kicsit fáj, jó van kínban. Jó, ebből sok jött. Ember, épp megenném a kürtös kalácsot, érted, ennék még egy olyat találtam, ezt bírt ki, ezt jaj, meg kell nyomnom. Ne. Hallod, ez rám lőtt. Ez borzasztó. Úristen! Tudod, van a tipikus strandon megjelenő, de tényleg tudod, van ilyen, van abszolút, ez a típus. Van. Pali ül. Nő a popsiján, a férfi popsiján, és nyomkodja. És nyomkodják egymást. Elmész a strandon, megfürdeted a gyereket. Gondolnak? Visszajössz, és akkor azt látod, hogy akkor Pali nyomkodja a nőt. És ezt így másfél órában végignézed. Nem gusztusos, nem? Hogy úgy valahogy az ember nem tudom, hogy kinyomkodnám-e a hátamat. Na de figyelj, és a... Ugye, hogy nem? Nem, én így fogadnék rá, hogy nem. Igen, valószínűleg. De nagyobb összegbe tényleg. Valószínűleg nem. És a rakparton, a budai oldalon, a műegyetemnél az a kis elkerített jacuzzi. Az na, mondjuk nekem. Én azt bírom. Nem, az nem zavar. Az nekem bejön. Zavar. Azt tudod, miért nem zavar? Mert ott egyébként az menő, az nomád. De egy koszos vízben nem zavar. Ülne. Igen, az. Csövesek. Igen, de és szétdobálva minden. Nézzetek már oda, tegnap mentem el ott. Tényleg nem zavar? Hát menjen már, Jani, egyszer nézd meg. Én tegnap voltam. Jani is be tudott ülni arra. Az zavar benne, Balázs. Oda viszik a sört, oda viszik az üdítőket. Olyan szemét van. Tegnap mentem el a BKV kishajóval. Igen. Hát valószínűleg miért kimegy, bemennél oda a Dunába megfürdeni? Hát akkor kimegy oda. De mondd már meg, hogy kimegy oda. Vállalhatatlan emberek. Az megy oda, aki levágja a kőt. Ő oda megy hozzátok a szaunába. Bejössz velem oda. Én azért azt mondom, hogy legyen 1000 forintot, hogy bemenjél a Szecskába tényleg. Vagy a Rudasba. Tehát azért én szerintem... Mi egyetem előtt egy klasszik épület, ott a Gellért. Hát a termálvíz jön ki egyébként. Igen, és messze lenne a folyamatosan. Termálvíz folyamatosan mosódik át, tehát ott az egy tiszta rész. Hagyjál már. Beszélek Mónéval és a Petivel, is lemegyünk azért, ketten, jó?
Irigy vagy. Én nagyon sokat gyere, járok az alsó rakparton. Látom a Dunáról is, amikor úgy megyünk a Dunán. Általában az nem jó szituált emberek ülnek, mert azért nem mindenki. Hova mész? Megyek fürdeni a műegyetemre, tehát hogy azért ez nem ennyire egyértelmű, ott azért, hogy én legalábbis bármikor láttam, azért ott erősen homeless-ek üldögélnek. Na, bemegyünk annak botka kólázunk ott. Hát ha csak úgy nem. Ez érdekes, ez valahogy kevésbé zavar, mert arra gondolok, hogy na nézd, legalább fürdik. Hát igen. Na nézd, legalább van igénye arra, hogy megfürödjön. De akkor a túlban miért zavar a városig? Ott is fürdik, hát van rá igénye. Az valahogy egy zárt víz, tudod, a Duna, igen, az mégiscsak elviszi, tudod, az egy nyitott dolog, folyó, valahogy nem tudom, ott a Dunában valaki belemossa haját, az kevésbé, amikor beállsz egy szökőkútba, és nagyon habzolos, ott nagyon szappanozod magad, azért az valahogy attól okay, a gyomron fordul föl. Elkerítettek egy komplett kis birodalmat, tehát, hogy aha, gyönyörűen néz ki. Mekkora világ. Azért meg fizetnél, hogy láss el a Gangesben szakrális fürdőzést. Itt meg persze fel vagy háborodva. Hát ja, ez igaz. Ez ugyanaz, ők mélyen vallásosak. Hát valahol mélyen, igen. Bizonyám. Dunába fürdő. Egy az Ganges marha messze van nekik. Hát így van, hogy mi is ez a vallás, mindegy, most nem ugrik. Hagyjuk, nem érdekel. Azon gondolkozom egyébként visszatérve erre a parlamentről, ez nem lehet, hogy valami olyan nő volt, hogy üzent valamit? Tehát, hogy próbálnánk ezt dekódolni? Nem lehet, ez valami titkos üzenet volt? Politikusoknak, ott dolgozóknak, tehát, hogy... Aha. És ha szárazon borot válta volna, akkor ez a titkos üzenet szállt is volna a szélbe. Hogy valamit üzent ezzel? A simasággal? Tessék? A simasággal? A simasággal, a puhassággal, a szőrösséggel, a majomsággal. Hát mit tudom én, valamit próbált ő üzenni. Nem lehet. Ez ilyen titkos, ellenzéki lábborotválás volt. Nem tudom. Nem lehet, hogy azt üzente, hogy mindig más a hibás, mindig más a soma. Más a soma. De nem lehet, hogy azt üzente, hogy elfogyott a regimentje? Hát... Egyébként ebben van valami. Hadd neki el. Na mindegy. Jól van. Nézzük meg hallgatóinkat, mi az, ami idegesíti, jó? Mondjuk tételezzük, hogy strandon vagyunk, közterületen vagyunk, BKV-zunk, mindenkinek van olyan neuralgikus pontja, amire azért úgy ki tud borulni, kit ha éppen leesznek egy sonkás zsömle morzsájával, kire ha rákenik a vajat vagy a fűzsírt. Hát, azért inkább a bajra szavazol. Nem. Szóval inger küszöbbe válogatja, de gondolom mindenkinek van egy-egy pont. Tényleg a kör, csőr, karom, szőrt, strandon, pattanás, mindenhol látszol. Igen, nagyon mondta, próbára tett az élet, úgy érzem. A másik kérdés, ami még jó, hogy szólsz vagy nem szólsz, ugye? Hát... Egyébként egy borotváló nőnek, sejtóban fürdőnek, én nem. Tehát most ez... ott a Kossuth téren szerintem... Nem szólok. Nem szóltak? Hát ott vannak ilyen kormányőrök is. Na, vagy de ő nem hagyhatja el a helyét. Az nem. Odáig ki kéne jönni a de nem dobhatja meg egy, hogy hívják el egy ilyen... Tojásgránáttal. Na, én egyszerűen megbeszéljük az ember, mikor szól, vagy mikor nem. Jó, várjuk az SMS-eket, hogy ki mivel találkozott már, ami hirtelen ott az adott pillanatban nem is nagyon tudott túllépni, vagy hova tenni. 8:03 jövünk a hírek után. 7:42. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, itt vagyunk. Azt nézem, hogy van-e közlekedésünk, de nem, most nem jött. Illetve pontosabban van egy, a 31-es főút Mende-Gyömrő között a vasúti átjáról lezárva. A policájok terelnek. Köszönjük szépen. És a 61-es jól járható. Tracker ezt is elküldte nekünk, valamint, ja nem, az nem közlekedés, csak úgy kezdődik. Szendehelyen két, a 2-es úton frontális ütközés van, ez pedig Edith küldte nekünk. Mi pedig arról beszélgettünk, ugye, amit az egyik internetes portál vett észre, méghozzá a Pesten hallottam Facebook csoport posztolta egy szemtanú a képet, miszerint egy nő látszólag teljes nyugalom, ugye a parlament előtti vizes árokba borotválja a lábát. Érdekes megnézni a képet, igen, hát van akinek az inger küszöbe, hogy ez mások. Arról beszélgettünk, hogy ki milyen gyomorforgató dologgal találkozott már úgy a belvárosban, a fővárosban, más városokban, kisebb utcákon, kisebb falvakon, településeken, ami mellett azért nem biztos, hogy el kell menni szó nélkül, de az ember az esetek többségében effektíve nem is biztos, hogy szól, csak egyszerűen rossz végignézni. Hát nagyon érdekes SMS-ek jönnek. A szaunában van egy társaság, a férfiak rendszeresen ott borotválkoznak. A csúcs viszont az volt, mikor egy párocskát láttunk az egyik élményfürdőben, apuci újságot olvasott, miközben a anyuci serényen reszelte apuci sarkát. Ja. Nem hittünk a szemünknek, írja szerintem valaki. Meg inkább példát kéne Isten venni erről a rendes kapcsolatról, ahol ugye apu kipihenheti a heti fáradalmat újságolvasással, és az ő gyönyörű felesége pedig ápolja. Én nem tudom, valahogy mindig vizionálom, gyerekek, ha valaki reggelizik, bocs, mindig vizionálom, hogy mi megy bele a vízbe, hogy én abba ott ülök, és hogy ki kéne már belőle szállnom, de nem. Meg ez nem úgy kiszállok, fürdő. Tudod? Ez nem közfürdő az ókorban, tehát, hogy... Figyelj, apucinak puha, bársonyos, finom kis sargacskái lesznek. Fogjuk. Hadd pihenjen szegény a heti meló után. Fogjuk ezt így, hogy te jó, és egy napont ilyen SMS-ekre számítottunk, igen.
Ausztriában láttam, a paraszt megállt az X3-mal, bemegy a WC-be, autópálya parkolóban, és belevizelt a kézimosóba. Osztrák rendszáma volt, írja Robi. Még régen, mikor buszoztam, előttem egy öreg asszony szemöldök csipesszel szedte a bajszát. És nyitva volt az ablak, így persze mind rám jött. Azt hittem, megőrülök. Szerencsére már nem járok busszal, írja Gabesz. Pont erről beszéltem, amit Ferinek mondtam talán, hogy Anna mesélt még egy szorítén, hogy én még minden reggel elmormolok egy imád gyerekek, mikor beülök az autóval. Sok dologért hálás vagyok, de az egyikért leginkább az az, vagy az egyik, amiért leginkább hálás vagyok, az az, hogy nem kell BKV-znom. Én BKV-ztam eleget. Meg volt, jó meg volt, elég volt. Igen, 20 akárhány éves koromig BKV-ztam, köszönöm. Szóval azért a néni, amikor kiszedi a buszon, a szemöldök csipesszel a bajszát. Balatonfüred szabadidőközpont, írja egy hallgatónk Busman. Szaunában pasi elővette a borotvát a rövidgatya zsebéből, és nekiállt borotválkozni. Senki nem szólt. Körömvágás is volt. Van egy pasi a buszon, utazás közben, a körömvágásnál a mindennapos. Elég gyorsan nő neki, mondjuk, hogy minden nap van mit vágni. Pincérként dolgozom egy étteremben. A vendég, amíg várt az ételre, ott vágta le a kezéről a körmet. Úr, Isten! Gyerekek, nálunk ez a köröm kérdés azért ez erős. Ez erős. Aztán már abban megegyezhetünk, hogy a legszebb a pattanás kinyomkodás közterületen, nem? Hát, az a legjobb. Strandon például, igen. Ne is szaporítsuk tovább a szót ebben a témában. Én úgy gondolom. Hát az már tényleg az alja. Van egy hallgatónk, csak hogy az a kevés ember, aki még reggelizett, már végképp ne tudjon. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Feri! Na, te mit láttál szintén egy fürdőben? A Zóriba voltunk a feleségemmel, ott ülünk, pihentettük magunkat. Aztán a gyerek aztán egy társasággal velünk szembe ült. Egyszer csak kikapja a lábát gyakorlatilag az egyik barátnőjének majdnem a szájába, és ott mutogatja, hogy nézd, már megint kivérzett a szemölcs. És utána már nem volt kedvünk tovább abban a medencében lenni, úgyhogy azonhoz költöztünk is. És azon, ami gusztustalan volt ott hirtelennyében, köpni nyelni nem tudtam, szóval így odébb is álltunk. Uh-huh. Nem csodálom. Nem csodálom. De legalább neki jó volt. Hát... Csak te meg ugye a szemölcsös vízben fürödtél elő még vele. Igen. Ha egy szemölcs egyébként terjed vízzel. Jaj, sem. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köztér aszfalt szökőkút. Asszony malaclopó szoknyában a vízsugár fölé áll, és csak mossa, Hát, gyerekek, bidé. Nagy bidé, de bidé. Strandon pisilő kisfiú a medencében. Mindezt úgy, hogy anyu a rajtkőre tette fel a kis porontyot, és onnan pisilt a vízbe. Na ez az, amikor szólsz. Kamu? Nem tudom, hát, van egy ilyen vicc. Van, hogy a rajtkőre föláll a vízbe. Mindenki belepisil. Jó, de nem a izé trambulinról. Igen, akkor ez, akkor ez kamu. Pont érnek vissza a gyors húszok, persze. És becsapnak a cél. Figyelj, Gundelétterem, bárterasz, nem egy rossz hely. Tehát azért azt gondolod, hogy aki oda elmegy, és végeszi egy menüt, azért kultúrált, intelligens, jól kereső, megtanulta, hogy hogy kell viselkedni. Figyeld! Napközben fiatal külföldi pasi lábkörmét vágta le a barátnője úgy, hogy a pasi lába a nő ölében volt. A lány pedig hevesen vágta a körmét. Gondolom a szecskában voltak előtte, pattogtak a körmök rendesen. Ja, Isten. De most miért mit vártok, ha jöjjön le a lány, és a földig? De hogy ezt a gundában vágod? Ja, az más. Szóval, hogy ez... Atya Isten. Valaki írt még így a borotválkozásról. Ilyenkor egyébként, bocsánat, ilyenkor, mert ugye tényleg az is egy sarkalatos kérdés, hogy oda mész-e és szólsz. Tehát ilyenkor szerintem a személyzetnek pont a hely érdekében. Oda kell menni, és megmondani neki, hogy ne haragudj, köszönjük szépen, szóltam. Nem számít. Persze, nem érdekes, hogy nem költenek itt, ne is jöjjenek ide többször viszontlátásra. Igen, nekik kéne. Egyértelműen. A hely érdekében tényleg, hogy ne lássál ilyet, hogy a többi vendég ne lásson ilyet, hogy ne az jusson az eszedbe, amikor legközelebb akarsz oda menni, akár fürdőről, vagy szó, akár étterem. Veresi Strós strand csávó vágja a lábkörmét a tóparton, rászóltak a válasz, nyugi, nem fogod érezni, apróra vágtam. Mondjuk ő vicces fiú. Legalább, ahogy egy pici humora van, igen. Azt mondja, hogy... Én a Széchenyi fürdőben láttam pár éve egy férfit.
aki a kinti medence partján a mellkasát borotválta a vastag aranynyaklánc körül. Ezt Kata küldte nekünk. Percekig figyeltem egy embert a strandon, mire rájöttem, hogy a felpuhult sarkát csiszolja a beton medence alján. Ja, hogy az volt a reszelő. Hát nem mondd, hogy nem ötletes. Nem mondd, hogy nem ötletes, ezt Norvi küldte nekünk. Öreg asszony a medence szélén evés után kezében a fogsorával abból piszkálta ki késsel a maradékot a medence felé, persze, majd nem, a végén belemosta a vízbe. Én az a baj, simán el tudom ezt képzelni. Simán. Főnökem a munkahelyén rágta a lábúj körmét, amikor beszélt, a szája szélén volt egy köröm darab. Rágta a lábúj körmét, hagyjál már! Miért nem rágod le? Akkor ragmászát hozzá a lábadat. Én nem tudom megcsinálni, de van olyan ember, biztos, hogy aki fel tudja emelni idáig a lábát, lehajol és lerágja. Simán. És beszélt közben, beszélgetett. Lerágta, elkezdett utána beszélni, és ott maradt. Úgy. Pont ezt most, ahogy csinálod, így, ebben csinálni. A formában. Igen, így. Becsaklál cipődet, kicsi fiú, mutasd csak át. Nem szorulok rá, kösz. Ez a mozdulat, de tök jól csináltad. És utána kijött, és ott fittyent a száj szélén. Valaki írt egy olyat is, az nem tudom, az is igaz. Lehet vajon, hogy konditerembe tusolás... Na hát ott is szép dolgok de történik. De várjál, és jártok zacsit borotvált az arc. Ja, jó, hát ott azért előfordul. Ott valahogy az ember nem szól. Egyrészt rohadt nagy darab a csávó, nem akarsz neki szólni, meg ott még talán... Azért nézi el az ember egy-egy konditeremben, mert oda azért mész, hogy szépüljél, épüljél, leborotvált, gyúrjál, szaunálsz egyet. Ugyanabban a tusolóban, ahol az ő zacsiszőre van. Mégis inger küszöbön alatti. Aha. Tehát azt mondta, hogy igen, beleállsz. De hogy azt mondta, hogy jó, hát ez kicsit, ez a hely azért, ez egy ilyen wellness, fitness, ez nagyjából erről szól. Nem más azért mit dolgozol azon a testen annyit, Feri, hogy aztán eltakarja a szőr. Ez igaz. Atya, úristen, milyen SMS-ek jönnek. Micsoda, Bali, ha be tudnád olvasni, esik, hanem akkor nem, település nevet nem írok ki, ez nem. Corvin mozi. Ültünk az aulában, vártuk a film kezdetét, egy csaj a párja körmét rágta a szemünkkel. Azért az is kemény, nem? Mert hogy itt azért legalább csipeszt vittek. De hát ők nem vittek csipeszt. Beszakadt egy kicsit, azt megoldották. Az igaz szerelem az ezt elbírja, csak ugye te nem vagy benne ebben a szerelmi kapcsolatban. Na jó, viszont elégedsz. Igen, hagyjuk a reggelizni vágyokat reggelizni. Döbbenet egyébként. Ugye az a nő, aki látott, beleborotválta a parlament előtti vizesárokból a lábát, nem is gondolta, hogy milyen hullámot indít el egy kereskedelmi rádióban, de azért vannak gyöngyszemek. Tehát ugye erre nem csak ő képes. És milyen érdekes, hogy már nem is ő egyébként a piramis csúcsa. Nem, tehát, hogy itt most már érted. Figyelj, sehol nincs. Már sehol nincs. Sehol. Érted. Sőt, igényes. Én azt gondolom, hogy igen. Ő egy kultúrember volt. Na jó, van, meghallgatjuk, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Uven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Beruné. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Laci vagyok. Laci Szegedről, Laci, hello. Na, mit csinál Szegeden, Laci? Most még mindjárt megiszok egy kávét, így munka előtt, család most ébred fel. És utána mit csinálsz majd? Utána megyek dolgozni azért. És az mi lesz? Én szállítmányozással foglalkozom. Szállítmányozás. Jól van. Ja, egy szülinapon van, nem mellett. Na, tényleg, komolyan. Isten éltess. Tényleg. Az nagyon jó. Lesz nagy ünneplés? Lesz, igen. Családdal, gondolom. Családdal, igen. Elsősorban. Leadtál valamit, hogy mit kívánnál, vagy minek örülnél, vagy mit szeretnél? Van valami? Igen. Na, utazzanak el. Egy hét magány? egy szabad hétvége egyedül? Mi volt, vagy mit mondtál? Egy tárgyi történet, úgyhogy semmi extra. Na, csak úgy kíváncsiságból tudható, vagy elmondhatod? Hát nyilván, hát te vagy az, aki kéred. Ha esetleg elfelejtették, most tudják. Igen, hát ha tudunk segíteni. Nem, köszönöm, már mondták is, hogy meg lesz, de
Nem, ezt most így nem. Na most miért? Ciki, hogy miért? Új autót kérdezik? Megint ráéreztem valami titkos dolgokra. Mindig ráérzek a titkos dolgokra. 5 kiló aranyat, vagy mit, ciki? Semmi extra. Sokat járok túrázni, és egy vadonatúj bakancsot. Na, ez nem az árutam. Ez tök jó. Hát ez egy abszolút jó szülő. Én olyan szeretem a praktikus ajándékokat. Inkább praktikus legyen, és kevésbé meglepetés, mint hogy rohadtul meglepődjek, azt soha többet ne csinálják vele semmit. Köszönöm, nagyon szép. Hova tesszük mindjárt? Ez jó, egy jó kis túra bakancs. Jó is az. Jól van, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Berulnéni, figyelj! Hát azért. Bizony. Végül csak korszerű. De még nem Oven kapott bele. Oven bácsi kicsit úgy érezte, hogy nagy nap ez a mai. Most megvan. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, de könnyű ez. Hát ez. Hú, még egyszer, lehetne. Ugyanilyen rövid részlet lesz, figyelj. Zoltán Erika? De jó. Még mindig nagyon vastágy. Már nem annyira. De jónak jó volt, jó kis tal volt ez. Jól van, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Laci, ügyes voltam. Jó? Köszönöm. És még plusz ajándékod is van, azt mindjárt meghallgathatod a... úgy fogsz örülni, mint kevesen. Az biztos. Ezt az ajándékot. Köszönöm szépen. Boldog szülinapot. Ciao, Laci. Köszi a játékot. Hello. Nem akarok, nem akarok. Még figyelj, olyanok jönnek, de nem, már nekem, én se bírom, meg hagynám azokat, akik tényleg reggelizni akarnak. Vannak gyöngyszemek egyébként, hogy mi történik benzinkutakon, éttermekben, strandon. Gyerekek, hiába írjátok, hogy gusztustalan, ilyen a magyar, szóval hát ez SMS-ek bebizonyították. Hát illetve egy részünk. Egy része, igen. Aki én nem... Aki nem hisz az otthoni törömvágásban. Őket, hogy milyen értékrendszer alapján élnek, hogy hihetetlen. Döbbenet, igen. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk a legfrissebb hírek után. 8 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. M5-ösen már nincs lezárás, ezt Zsolt küldte nekünk, ezek szerint volt. Ugye? Igen. Uh-huh. De már nincs. De köszönjük. Közúti ellenőrzés van Csomádon Őrbottyán felől, valamint trafi az M3-a 154-es kilométerén a Nyíregyháza felé, ez Bodó Peti küldte nekünk. Aztán a 31-es főúton Gyömrőnél a vasúti átjárónál súlyos baleset, teljes útzár, üzeni Marcsi. Az nem jó. Új nullás beállt, balesetmentők, tűzoltók, teljes útzár, Harasztinál Győr felé. És azt nézem, hogy ez ugyanaz, amit mondtam, de nem. Valamit van még egy Szendehely és Katalin puszta között személyautó kisbusz karambol. Helyszínenek egy sáv lezárva. Ez a Szendehely jó hely, olyan helyes neve van, nem? Azaz, a neve helyes, nem tudom milyen Szendehely. De olyan helyes a hely. Helyes hely. Van kedved oda menni egyszer, Szendehely. Lehet, hogy olyan nagy büdös semmi van ott. Tehát úgy értem, hogy nem érdemes oda elutazni, aha, és 100 kilométert autóban tölteni, de hogy maga az, hogy Szendehely, egy ilyen, látok magam előtt egy ilyen kicsi, helyes kis nátfedeles falucskát, ahol birkák legelnek, gyerekek simogatják őket, nénikék köszönnek, és patakok csörgedeznek. Nem ez Szendehely, nem ilyen? És bemész Szendehelyre, és olyan kis álombéli, ilyen kis falucska az egész. Nem? Elég sokszor áthaladtunk már rajta. Semmi? A bánk fele. Akkor én is voltam sokszor, akkor átmentem Szendehelyen. Igen, szerintem át. Akkor nem fogott meg nagyon, ha ez maradt meg. Akkor meg is van, hogy hova mentek a hétvégén négyen. A kis pocak lakóval. Na, érted. Hagyd lássa országot, világot. Te, figyelj, aranyos. Uh-huh. Én rákerestem, de üsd be. Van jó vendégház, most látom, van tó. Bizony. Kis dombocskák, te ez jó. Mondom, én ezt láttam valahogy. Igen, ez jó. Nem nagy tó, mert a bánk térképe nem látszik. Igen, annyira. De hogy egyébként, ha meg tovább haladsz, akkor ott van a még szebben hangzó nőtincs. De mondjuk ezt igen, már nem éri. Nőtincs, dehogy nem. Hát az Szendely nőtincs, Katica Park, az a rész, nem? Igen. Tudom. De az is nőtincs. Nőtincs, az is hely, de a Szendely az olyan cuki. Vagy tessék, itt van, mert ez Bikit érinteti. Felső Petény. Az mindenki. A Petény. Évek óta mondja nekem, hogy olyan jó lenne elmenni Felső Petény, hogy Balázs, vigyél már egyszer Felső Peténybe, mert valahogy úgy érzem, hogy onnan jövök.
úgy mentek Petény felé, hogy Szendehelyen az Ófalu boltíves műemlék hídján átmentek. Na? Így van. Figyelj. És aztán egy picit feljebb egy jobb balos, és már ott is vagytok a Nógrádi várnál. Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. Gyerekek, hallom, hogy most ez a misszionárius... Nem, csak ez póz? Egy gyerekek téma. Nem, ez a... Póz, vagy... Nem. Ráadásul még az is. Megint a gyerekcsinálás. Nem. Ez a spanyol misszionárius. Igen, hát ő elhunyt. Ő most elhunyt. Isten nyugosztalja. És miben hunyt el? Hát... Na... Hát Isten csuhába. Tudom, igen. Hogy az ebola csak azokat támadja meg, akik félnek tőle. Csak mondom, hogy ebben. Uh-huh. Hát akkor ezek szerint fél tőle. Vagy te félt? Aha. Nem is arra gondolok, hanem ugye azt mondják, hogy azért terjed, mert ugye itt írja egy hallgató, és igazán, mert hogy afrikaiak csókolgatják a halottakat. Ugye? Most nyilván ez a levegőben is terjed, ha valakit letüsszögnek. De hát azért ez a spanyol, ez ritkán csókolgatott ott bárkit. Tehát azért ez a csak úgy terjed, hogy nem csókol, kell megijedni. Illetve denevért teszel akkor is. Terjed. Szerintem a spanyolok nem szeretik a denevéreket enni. Igen, de lehet, hogy egy rendtársa volt az, akit ő elbúcsúztatott. Ő egyébként annak a kórháznak a vezetőjét ápolta, aki egyébként elhunyt, és amúgy egy virológus volt, tehát hogy az is fura egyébként, hogy egy szakember meg tud betegedni, úgyhogy egyébként úgy nagyjából tudják, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ne kapd el. Azt, hogy fogta egyébként nyilván a kezüket, tehát hogy így segítette át őket a túloldalra. Figyelj, Feri! Igen, értelek. Szedjél malária gyógyszert, hát ha jó. Az marha jó, te az ebolára, azt mindenki Feri, azt mondja, hogy rendelkezz. Valamit csinálj. Azt mindenki azt mondja, hogy te figyelj, az ebolára egy dolog jó, ha nem mész oda, és bezárkózol valahova, vagy a malária gyógyszer. Igen. A malária gyógyszer több ok miatt is jó, egyrészt, mert olyan rosszul vagy tőle. Nagyon rosszul. Azt ne szedd be. Nem lehet rá pirtyezni, csak mondom, hogy egy fröccsöt nem ihatunk meg. Nem nagyon fényérzékeny, vagy hány ingered lesz, rosszul látsz tőle, nem szerencsés beszedni. Nem szerencsés beszedni. Jó, de az ebolára jó. Uh-huh. Ezt többen már mondták, a tudományos folyóiratokban is olvastam, hogy ha ebolát nem akarod elkapni, akkor malária jó. Uh-huh. Gyerekek, de nem ez az izgi, hogy ott történik valami, nem. Meg oda megyünk. Nem. Tehát, hogy nem. Van benne nem. Ilyen is nem. Szerintem. Szerintem ez nem izgi, ez szerintem összelecseng. Baromság. Összelecseng, gyerekek. Igen. Van itt az augusztus, lecseng addig. Ez másfél hónap, ember. Hát semmi nem fog lecsengeni. Nem, most kezd el burjánzani. Ott majd meglátod. Denevérek fogják széthordani a csontjainkat. Igen, lecseng, már akkor tuti. Nem lesznek kétségeink, mert most kétségeink vannak, akkor meg már ugye tudni fogjuk, hogy tuti, biztos vagyok benne, egy te leszel az első, akit ott a városon megharap egy majom. Nem én megyek a dzsungelbe, csak mondom, nem én megyek a dzsungelbe. Pont ezért mondom, hogy te még a dzsungelbe se leszel, hogy ott valami gyorsétterem mellett ott valami vándormajomot biztos, hogy nyakadra ugrik majd, az én biztos. Én kinőm megyek a szobámból. Küldeni akarsz majd valami izgalmas képet haza a gyerekeknek, ahogy ott állsz a majommal. Tudod, van ez a Feri a majom, Feri még közelebb, már mindjárt a kezemből eszik, és a következő pillanatban fogod a nyakad, és így nagyon-nagyon kiabálsz az utolsó kép. Feri, itt még nem sejtette kép aláírás. És utána a vég. Itt még minden rendben volt. Azt hitte a majom barátságos. Feri gyanútlanul meg akart eltetni a majomot, nagy állatbarát hírében áll. Ekkor minden rosszra fordult. És egy kép, ahogy fogod a nyakad. És egy rohadt nagy harapás. Megvan, hogy reggelizni, megyünk, érted? És ott van a szépen megterített asztalt déli gyümölcsök. De nyugi, az majmok nem ebolások étesek. Nem. Tehát, hogy ne aggódjál. Semmi baj nincsen. Hogy ez hosszú távon kezelhet. Értelek, csak még egyszer mondom, hogy te, aki vegetáriánus vagy, és déli gyümölcsökkel fogod tömni magad, amin denevére. Figyelj, váltásalsokat viszek meg, konzerveket, tehát, hogy én azért elleszem. Mit mondott mindig az én jó édesanyám, még mindig mondja most is, Viki is mindig kézmosás. Így van. Az jó. Ez a megoldás. Jó. Kézmosás. Istenem. Hogy mehettek így? Te egy felelősségteljes szülő kéne legyél. Hát most már dupla. A szerelmed dupla szíve alatt hordja közös bizony. Szerelmetek gyümölcsének a magzatát, pocaklakot, és oda megyünk, érted, a halálba. Nem is gratuláltam még ebbe a percbe. Tényleg. Sok boldogságot is ránunk mindenki. Az új pocaklakot. Csak mondom. Nem, ez nem egy fölösleges cirkusz, nem érzitek át. Így van.
Nézd meg a Viki arcát, ahogy rettegettől az egésztől. Nem, védekezni kell. Az édesapám is egyébként, akárcsak édesanyám. Most már hova védekezzenek, már benne van a gyerek. Kezdet kell mosni a lányok után. Én azt szerettem a tegnapi híradásokban legjobban, több mindent is erről majd beszélünk. Ez egyik az, hogy nem tartanak az ebola járványtól Magyarországon, de a Szent László kórházban gyakorlatot adott. Igen. Nem tartunk bennünket, ez nem fejlődés. De azért gyorsan egy gyakorlatot azért. A biztonság kedvére. A biztonság kedvére azért, hogy hát ha befut ide is egy újabb jel, mert beteg. Mi megyünk ki. Hallották, hogy már megyünk ki. Már készülnek a fogadásodra. A fogadásodra. Vissza. Igen. Istenem, felelőtlenek vagytok. Vacak tévéműsorért kockáztatjátok az életek. Vagy hát nem úgy vacak, hanem... Gyerekek, csak mondom, most olvasom. Ócsai Lajos. Lusszanapidi. Az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal járványügyi főosztályvezetője kiemelte, a vírus rettentően sérülékeny. Aha. Tehát igen? Egy szappanos kézmosás már elpusztítja a kórokozót. Nagyon jó. De amikor rátüsszög, akkor nem a kezdet, érted? Én értem, hogy a főorvosom miért tüsszeg, nem áll. Hát most nem, Lajos nem tüsszeg. Hát most nem ő. Nyilatkozik jókat, ilyen, mond, vigyázz ránk, de nem tüsszeg. Abból a 100 méter a felszín alatt található bunkerből, ahol jelen tartozik. Hermetikusan elzárva a külvilágtól. Ott állsz a Johannesburgi repülőtéren, és várod, hova megyünk, Pröccsen, mi az? Hova megyünk? Szaloniki. A Johannesburg Tesszaloniki útvonalon állsz Johannesburgban a repülőtéren, és igen? Valaki beletűszent a levegőbe. Papa, te ott moshatod a kezed. Hát le is vághatod, nem a kezeden fogod elkapni. Tudod, hogy ebben a sorrendben. Ha félsz tőle, akkor bevonzod. Aha. Tehát azt kell, hogyha leül melléd valami köhögő, és látod, hogy nigériai útlevele van, vagy nem tudom, Sierra Leone. Legyen szíves utaság, ez a Guinea, akkor inkább, hogy egy kicsit köhög, akkor átül a Feri mellé. Ott a nagy darab, üljön már. Ő mindent kibír. Igen. Hát igen, ha valaki esetleg ugye nem tudná, hogy miről van szó, ősszel mi Jánossal forgatunk egy műsor. A csatorna tervei szerint egyébként mindezt... Nagy sikerül lesz. Ja. Afrikában teszi majd. Nagyon okos gondolat. És hát csak úgy azért a vicc kedvéért kivisszük erre Ferit is, hadd mulassad. Így mulat egy magyar ember. Érted? Nehogy már neki itthon azért annyira könnyű legyen, és annyira jó legyen, természetes, hogy kijössz. Együtt sírunk, együtt fertőzünk. Egy rövid időre, és tudod, az ebola oda megy, ahol félelem van. Aha, így van. Tehát valószínűleg a spanyol misszionárius is szegényként félt, és megvizionálta a bajt, és megtörtént. Uh-huh. Figyelj csak, a Kolosi nem jön ki. Csak kérdezem, hogy ő mert ő hisz ebben a műsorban, hogy nem akarja, hogy ő... Tehát itthonról irányítja a dolgokat. Aha. Egyébként így szoktak jönni. Mi néznek? Persze. Mi mit, hogy majd fogja a kezedet, ha már amikor ott fekszel és vérzik az orrod? Hát például azért is. Segítene neked a Péter, hogy nyugodj meg, Ferenc, már úton van a családod, ő mondja el ezt a mondatot. Csak ő mert mindig úgy szokott lenni, hogy aki ezt kitalálja. Mert most nyilván nem én lovagolok ezen, hogy Celeb vagyok című műsort kell csinálni az RTL-nek, de ha már ő ennyire akarja, akkor jöjjön. Nincs jobb érzés nekünk olyan van, mint ártatlan embereket ebbe belerángatni. Tehát ártatlan családos embereket egyébként egy ilyenbe belerángatni, nem, Jani? De ez nincs teljesen egyértelmű, hogy abszolút jönnöd kell. Uh-huh. Abszolút. De a Kolosi amúgy is hozzánk jön ki, hozzád az Ökrös Gergely fog kijönni a tévéket. Ő nem olyan. Tényleg, téged csak egy tévéket is küldöttség látogathat. Figyelj, majd. Figyelj, egy külön karantén. Demcsák Zsuzsa fog téged. Na, ő viszont jöhet. Ha én ott kint elhunyok. Igen, Trütko hazahoz, ne aggódj. De ne ő, mert nem. Én fejvon, Trütko, másnap itthon vagy. Trütko elintézi. Be tudok-e kerülni? Majd bábozunk veled, hogy azt higgye, hogy még élsz. Tehát, hogy még meg. Hogy be tudok-e kerülni egyszer egy fókuszanyagba, mert mindig az van, hogy ha mit csinálunk valamit... Most a híradót kérdeztél volna, akkor azt mondom, hogy nem biztos, mert nem vagy Kossuth Díjas. Azig, de oda nem is akarok. De hogy mindig az van, hogyha valamit csinálunk, és kijön a fókusz forgatni, akkor ugye én, figyelj, hogy 5 éve nem vagyok a TV2 képernyőjén, mindig én nem lehetek benne a fókuszba. Feri, hogyha egy fekete címzáros zsák, én elintézem. Lehet, akkor benne. Akkor megyek. Én ha ezt bevállalod, hogy te így feldobod a hangulatot, hogy meghalok, megharaptatod magad ott valami denevére, ennyi. Én elintézem neked a fókuszt. Egy leforrasztott onkoporsóban leszel benne, tehát sok majd nem látszik belőle, de... De abban tényleg biztos lesz, hogy Trütko fog hazahozni, ha még jól vagy. Jó. Tehát ő megjelenik egy kis szkafanderbe, a szkafander tetején lesz egy baseball sapka, az biztos, onnan tudod, hogy melyik a Trütko. Négy szkafanderes ember közül az egyiken baseball sapka van. Igen. A szkafander tetején van egy kis baseball sapka, fogja a kezedet majd, és azt mondja, Feri, hazahozunk. Hát ha a kezedet fogja, mert hogy lehetséges, hogy takarékossági okokból, majd a kézipodgyászában hoz haza négy körben.
Igen. Többen írják, hogy én vagyok a legnagyobb biztonságban a hármunk közül. Na miért? Olyan magasan vagy, hogy felhő között van a fejed is? Egyrészt A, másrészt pedig B, az alkohol fertőtlenít. Mm-hmm. Egyébként tényleg így van. Hopp, igen, hopp. Tényleg ki így az, van. Aki abszolút nem iszik? János, első halott megvan. A második, aki időlegesen, bár most már egyre csúnyábban, néha már... Na, meg tudok azért meg, alakulni. Meg, nincs még az a fajta masszív rendszeresség, mint nálad, de hogy azért... Had... az a nagyon-nagyon észszerű következetesség, ahogy én ezt egyébtálod. Én nem emlékszem az egyhetes nyaralásomra kettő közül. Hát az volt hibáztat. De hogy igazából igen. Tehát, hogy ezen múlik, akkor fertőtlenítsük le magunkat. Gyerekek, hát hány olyan szülő van? Sőt, igazából mindegyik szülő esküdött valamire gyerekkorunkban. Emlékeztek erre? Mindegyik szülő mondta, edd meg fiam a húslevest, mert az jó. Idd meg a hársfateát. Én nem tudom, velem mindig hársfateát itattak. Hogy az mire jó, én azt egyszer... Hársfateát? Vagy nem volt más otthon, vagy abban hitt az én drága jó anyám, vagy a nagymamám hitte ezt, és elolvasta, nem tudom, a füves könyvet, és az elővett valamiből. Hársfatea, gyerekek. Hm. Ember nem ivott meg annyi hársfateát gyerekkorában, mint én. Semmitől nem lettem jobban. Már ilyen placebo hatásra megnyitom a hársot, tehát jobban lettem. Érdekes, nekem csak azt mondták, hogy húsz papucsot, mert felfázol, de ezt nagyon sokszor hallottam. Ugye, ugye hát minden szülőnél volt ez a... Apám ebbe hitt. Igen, hogy vigyázz, erre a meghűlsz, és akkor ez majd segít. Kamillatea, az is. Jó kamillatea, vagy jó húsleves. De tehát, jó kis. Figyelj, ha bármi történik bélmosás veled, itt csinálunk egy ilyen denevérfalat, és fölrakunk rá. Te leszel a denevér... Kihúzza a két a denevérfalunk első hősi halottja. Hősi az angyalföldi Batman. Az angyalföldi Batman. Az egyik új kígyósi Batman. Aki testénél, hát harcolnak, majd érted. Testénél egy 10 milliószor kisebb, kis apró kis részecske. És azt nyírta ki ezt a hatalmas és ezt a hatalmas testet semmi nem tudta ledönteni. De ekkor jött. Az nem volt olyan zsakor házi pálinka, ami földre terítette volna, és az a kis vacak. Figyelj, valami, csak azt nem tudom, hogy például nekünk megvan a technikánk hozzá, mert hogy a spanyoloknak megvolt, az amerikaiak megvan, de hogy Ferit mibe fogják hazahozni, hogy ne fertőzzön. És stílszerűen szerintem jó lenne egy hatalmas... Boroshor. Nem, egy sütőzacskó. Nagyon röhögtök, de majd ott fogtok rimánkodni, sírni, hogy Feri, de okos voltál, amikor mondtad, hogy hogy elszúrtuk, hogy itt vagyunk. De azt írja, hogy hallgatod, hogy csinálni lesz, amikor jön a vírus, kapd el, rágd meg és nyeld le. Aha. Az is mert jó. Hogy az ugye... Az ha megrágom, akkor már nincs ereje. Ha szétrágod, ott leköhög valamit égennél, valami nigériai útlevéle, majd ott a reptére Johannesburgba, és... És a nigerit is szétrágja? Hát az nem. Ha nem, csak a vírust. Ja. Elindult egy ilyen paranoia vajon az emberekben? Valószínűleg szerintem igen. Nem. Tehát azért ugye nyilván az Afrikába tartó egyrészt turistaforgalom se állt le, azért ez Nyugat-Afrika, tehát Afrika azért viszonylag nagy. De hogy azért ott most úgy megnézed valószínű, hogy ki mellé sorsoltak a repülőn. Aha. Nem? Hát, figyelj, beülsz azért ott valami. Relatíve messze van, meg tényleg, tehát hogy de azért Páko is átjutott valahogy. Már ide hozzánk? Hát. Igen. Nekem mit mondott édesen a gyerekkorodban? Mi volt az, amit szedned kellett? Ne egyé már! Krumpli, céklát! Feri, már megint eszel! Már nem kezd volt. Hagyd már abba nem, az nem evést! Nem az volt, hogy edd meg mert, hanem ne egyé már! Kérlek, a denevér nem tűnik annyira veszélyesnek, tehát nálunk is ott röpködnek Diósdon, de valahogy még sose akadt a hajamba. Tehát attól én azért úgy annyira nem... Vannak denevére. Nálunk? Hogy ne volna. Nagyon sok denevér van. Normális, hogy még ott laksz. Mit és ha az átrepült Afrikából és ebolás. Igen. Ez erre azért viszonylag kevés. Ez nálunk nagyon sok denevér van. Nálunk is, hogy csomó nyárfam, de még valahogy se akadt egyik se a hajamba. Mondjuk ennek azért nyomos ugye, okai ugye vannak. Tehát ennek több oka is van. Egyik az, hogy viszonylag nem nagyon tud beleakadni. De most már azért tényleg? Az hogy van, hogy a denevér túléli, mi nem? Ez mondja meg nekem valaki. Miért nem a denevéreket vizsgálják? Érdekes. Jó kérdés. Hogy a fenébe éli túl a denevér? Kicsi, buta. Miért nem a patkán döglött bele a pestisbe? Hogy éli túl az ő szervezete az ebolát, hogy minket ez ennyire tönkre vág? Miben más az ő testfelépítése? Mondjuk van szárnya, nekünk nincs. De a szárnyában van az ereje? Nem tudom, csak kérdezted, hogy mi a különbség a testfelépítésben. Nagyjából tehát most nyilván más, igen? De hogy azért ugyanazon fiziológiai adatok alapján működik. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Hogy nem pusztult még bele egyetlen moszkitós a maláriába? Vagy hogy miért nem... Hogy éri túl a majom? Vagy miért nem vonják ki például mondjuk az ebola ellenszerét egy denevér? Azt lehet, hogy egyébként csinálják. Aha.
de hogy egy állat, ami egyébként testfelépítésében azért jóval primitívebb, mint az ember, sokkal több biokémiai folyamatból áll össze az ember, azért még bonyolultabb, de lehet, hogy ezért is vagyunk talán sérülékenyebbek. Hogy hogy éli túl, hogy a fenébe éli túl ezt egy denevér, meg hogy nem éljük ezt túl? A hordozó nem éli túl. Nem, a hordozó túl, ő hordoz, nem? Vagy ja, de igen, a hordozó az túl éli, mi nem éljük igen, túl. Igen, ez a malária is, hát a malária már most mondják, hogy védőoltás, malária elleni gyógyszer, mit tudom, annyi mindent kéne szedni gyerekek, hogy egy komplet gyógyszergyárat mi gazdaggá tehetnénk. Így ott van az a kicsi apró ostoba szúnyog, hogy a fenébe de éli a azt túl? Meg vidáman döngicselnek. És vidáman, és nem érdekli őket, hogy ők egyébként malária, csak hordozó. Figyelemképzavar. Ők csak hordozók, vagy a denevér egyébként, hogy a fenébe éli túl? Hát azért látod, hogy ez bekerül az emberi szervezetbe, 2 percen belül elindulnak visszafordítatlan folyamatok, nincs ellenszérum, valami kész, 1-2 napon belül az esetek többségében azért ez halállal végződik. Persze mondják, hogy kordában lehet tartani, meg kezelni lehet, meg nem tudom. És itt van az ember, érted? És pillanatok alatt meghal. Nem? Nem mond ki még. Nem. Ugye, hogy azért ez érdekes dolgok ezek, hogy hogy találta ki ezt a természet, hogy hogy működik ez? Hihetetlen kérdéseket tudsz feltenni így szerdán reggel. Figyelj, én... Érzékenyebbé váltál a témára is. Ja, gratuláltam már. A kis pocaklakhoz. Jó, de kérdezek mást is. Ha egy állat fertőzött lesz ebolával. Aha. Igen. Mindegy, milyen állat? Azt mondják, hogy a denevér kezdte el ezt terjeszteni. Igen. Honnan lett fertőzött az első állat? Aha, ahogy hát komoly parti lehetett. Hogy honnan? Hol volt addig az ebola? Ült egy fán, és azt mondta, én vagyok az ebola. Azt hittem komoly kérdés. De nem, most hallgass meg, tényleg komoly kérdés. Most ez csak egy nyilván filozofikus. Ült egy fán az ebola, és azt mondta, én vagyok az ebola. Most életre keltem önmagam. És elindulok, és megetettem magam egy denevérre. Jött a denevér, megette a fát, vagy a levelet, és azt mondta, hopp, én már egy ebolás denevér vagyok, mit csinálok? Elkezdem terjeszteni. Tehát mi hívta életre az ebolát? Vagy a fertőzött denevér előtt? Hol volt az ebola? Mi volt az ebola, amielőtt nem lett a denevér fertőzött? Évmilliók óta van fertőzött denevér ebolásan? Nem. Vagy egyszer csak ebolás lett a denevér? Ha ebolás lett a denevér, hol volt előtte az ebola? Tehát az első megfertőzött állat előtt hol volt? Én ezt kérdezem. Most mindegy, hogy ez denevér, vagy majom, már majom az inkább vécés. Hol volt előtte? Nekem ez az ágon ült, ez tetszik. Tehát mi ült az ágon? Ült egy szép. És azt mondta, én vagyok az ebola. Nyomott egy startgombot, és életre keltette magát, és azt mondta, rendben, mától elindulok, és beteljesítem a küldetésemet. Én ezért elkezdek fertőzni. Ezért utáltam mindig a játszótereket. Ott vannak ilyen kérdések, gyerek megáll előtte, és megkérdezi, apa, hol volt eddig a ebola? De nézd meg, hogy a gyerekek tudják fán, a legjobb fán, dolgokat egy kérdezni. Egy ágon ült, és föl le. Ennyit a pompom? Igen, na menjél játszá. A legjobb dolgokat a gyerekek kérdezik. Annyira tisztán látó, annyira lényegi kérdéseket tesznek föl, hogy megdöbbenné, hogy a Benni mennyire tisztán lát dolgokat, ami neked már eszedbe se jut. Na de nem jó a kérdés. Hol volt az ebola az első megfertőzött denevér előtt? Nem volt? Na, volt. Hát mindig ott volt az a denevér? Lett. Vagy a denevér, oké, most mondok neked valamit. Van egy megfertőzött denevér, az él mondjuk 50 évet, nem adja át senkinek. Igen. A denevérrel együtt az ebola is el kellett volna, hogy pusztuljon. Igen, de például az ebolás denevér, mikor elpusztul, azt megeszi valami másik állat, és igen? Az ebola már is átkerült a másik állat. Igen, de miért csak a denevérek maradnak ebolások? Aha. Nem egy denevér megeszi a másik denevérek a hulláját? Valószínűleg nem. És hogy van az egyébként? Hogy? De még ezt sem tudtátok megválaszolni. Hát most eddig, ha ti most feleltek, akkor azt mondom, hogy egy kérdéseket, én majd utána nézek ott. Ez most ülj le egyes. Hát ha tudtam volna készülni belőle, akkor talán, de hát... Ákos, gondolkozzál te is. Kíváncsiak a véleményedre. És az összes virológus, aki hallgat most minket, jó? Mondjuk már, ők már beledöltek valamiben. Volt mindig? Akkor itt volt velünk évek, évmilliók, igaz ebola? Az is gyanús ugye, hogy mindig ezen típusú vírusok, ezek mindig azon földrészeken bontakoznak először, ahol azért a legtöbben vannak, a legiskolázatlanabbak, a legszegényebbek, hogy nem, mindig ott pusztít először. Miért nem jön egy ilyen először mondjuk Európába? Aha. Miért nem megy az Egyesült Államokba? Miért mindig Afrikában van? Tehát azt akarod ezzel ez mondani, most csak egy összeesküvés, ezt csak kérdezem, de nem, fura. Hogy az érettségizettek nincsenek veszélyben? Vagy a higiénikus körülmények miatt itt nem lenne esélye, mert nyilván itt mindenki kezet, most nem csókolgat halottakat. És, tessék. És mondjuk ott van a magyarázat. Na, de még mindig nem tudjuk, mit csinált az első ebola, amikor öntudatára ébredt. Ákos, mit mondasz erről? Srácok, ti kimentek ősszel, és az összes szúnyogtól, majomtól és denevértől félni fogtok. Ez jó. Nem. Hát, na. Vigyázz, Feri, majd! Feri, denevér!
Ott fogtok sírni, ott fogtok az árnyékomban állni, hogy ja Isten, csapjon le inkább. Felejtsétek el az egészet. Küld el őket! Így van, kiabálj, szárnyas majdok, ide gyertek! Álcázz magad, álcázz magad! Én csak kérdezem, hogyha mondjuk az 1970-es években bukkant fel az előző, hol volt előtte évmilliókig bujkált? Egyszer csak hopp, és azt mondta, most élesítem magam. És ki volt az anyukája? Az ebolának? Igen. Ebolárné. Az öreg ebola felesége. Az öreg ebola felesége. Na mindegy, szóval persze, denevérek, persze. Uh-huh. Érdekes. Azért ezek érdekes kérdések szerintem. Nagyon. De jó lenne, ha ott maradna azon a kontinensen azért, nem? Mi fogjuk hazahozni. Hát nem, már nem, ami az erős tudás, te meg a Trütko. Illetve a Trütko jön egy baseball sapka szkafanderben. téged mert ágyon hoznak. Na mindegy, gyerekek, szerintem ezek fontos kérdések. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, jó? Egészen nyugodtan, nagyon szép ajándékcsomagunk van. Milyenek a kérdések, jó? Könnyűek, vihetők? Neheze. Ezt szeretem benned. Hogy nem térdelsz be a hallgatóknak. Nem, hát. Most oda tettem. Majd betérdel az ebolának. Majd annak betérdel. Majd a kanos majmok betérdeltetnek hátulról. Haj, de szép lesz. Nyugi, fogok fotózni. Kicsit várod, mi? Nagyon kicsit. Azért nagyon kicsit, igen. 8:30 volt pontosan, 2 perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Morning Show a Klasszon, és szakad az eső Budapesten. Bizonyám! Illetve, hogy Vili bácsi mondta, bizomány. Jézus, ez ott is elfélek, mennem. De nem, az jó volt, akkor Vili bácsinak lazulnia kellett, egy kicsit fiatalosodnia, és megpróbált laza lenni, és akkor például ilyeneket tolt. Hogy bizomány? Így van. Tényleg már az a baj, hogy azt sem mond, aki laza. Uh-huh. Ezért volt jó. Ja. Igen, mert Vili bácsi ezt nem tudta, és igen, mindenki ugyanilyen reakciót tolt, mint te. Ákosnak üzenem, amíg a napsütésről beszél, a hírekben ömlik az eső a 11-ben. Gyerekek, igen, de ez csak egy kis futózápor az igazi eső holnap. Nézzél már ki az ablak, hogy meddig tart a felhőzet. Igen, de ez most még csak ilyen kis igazi vihar illatú, ilyen kis nyári zápor. Mondom, a komolyabb eső holnap jön a hidegfronttal. Figyelj, megnéztem viszont a házfateját a kedvedért, hogy tudja ennyi év után, hogy miért ittottak veled. Na most a spanyol náthára nagyon ajánlják, tehát nagyon jó. A reuma köszvény. Tehát gyakorlatilag ez a három dolog. Hát figyelj, elkerültek ezek a dolgok. Köszvényes volt a reumás, volt a spanyolnáthás, volt nem. Megúszta, látod? Miért gondos a te édesanyjád? Sokra a hársfatel miatt. A rohadmányos hársfatel miatt, igen. De ízre legalább jó volt? Jó, egyébként finom. Egyébként a hársmézről tudom, hogy ez nagyon finom. Igen. Balázs, olvasd be ezt, légy. Én azon gondolkozom, hogy ez nem egy álcázott népírtása. A legkönnyebb Afrikában kirobbantani egy ilyen vírust, mert rá tudják mondani, hogy az elmaradottság miatt van. A beteg embereket hazaviszik, kis eséllyel elterjedhet az USA-nak, van egy tesztelt, működő ellenszer, amit jó pénzért elad, tehát az egész a pénzről szól. Igen, nagyon sok összeesküvés elméletet boncolgat egyébként a külföldi sajtó is, meg nagyon sok műsor is készül erről, egyébként érdekes riportműsorok, hogy ez most kinek az érdeke, meg hogy hát ez sose fog kiderülni. Ez engem vigasztal, szerinted? Tessék? Ez engem vigasztal? Ha vigasztal, ne vigasztaljon. Ha nem vigasztal, akkor az rendjén van. Ne vigasztaljon. Jó, egy abszolút. Így van. Tehát, hogy ott fog fetrengeni a puszta közepébe, vagy hogy hívják az ottani ilyen nagy üres területeket, érted, ahogy megy ki kell. Szavanna. Azaz, köszönöm, János. Érted? Ott megyünk, és már én nem tudok visszajönni majd, mert nyilván nem vesznek föl a jeepre, mert látják, hogy beteg vagyok, hisz egy majom harapott nyakon. De gondolj arra, hogy visszatérsz majd az örök körforgásba. Hány kis állat fog majd lakmározni a te nagy testedből? Még hánynak is, érted? Engem. Hogy lettek ilyen felelőtlenek? Van, aki leírja, hogy egyébként ez egy progresszív hipotézis, mert hogy az elmélet alapján feltételezzük, hogy a vírusok más sejtek örökítő anyagából kiszakadt részletek. És a retrovírusok vegetatív ciklusa, valamint az eukarióta sejtek retrotranszponzionjainak működése alapján. Én ideig jutottam az SMS olvasásában, akkor adtam föl egyébként. Ezekből alakult ki az a bizonyos makromolekulális rendszer, melyet ma vírusoknak nevezünk. Tök jó. Ez egy regresszív hipotézis. Nagyon egyébként. Ja, hát így igen, más. Igen. Eszek rá, Debola, megyünk Afrikába. Most már, hogy ezt elolvastam. Feri goes to Afrika. Rátetováltatom ezt a hátamra, és ezt fogom mutogatni az ebolának, a regresszív hipnózist, hogy mi volt ez. Na jó, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azt mondta Jani, hogy ne ezek a kérdések, mindjárt megnézzük. Itt van a játékosunk, halló Laci. Hello, sziasztok! Laci, hello, hol vagy most?
Most Fonyódon. Ó, Fonyód. Mi? Ú, ráadásul nyarasz, szegény. Erre a hétre vetted ki a Szabit? Két hét valójában. És ez már a második hét, vagy? Múlt hét, aha. Múlt hét kedden jöttünk. És már marhára mennénk haza. Ne. Hát figyelj, egyébként... Hogyha jó idő lenne, akkor még maradnénk ide. De így nincs értelme. Nagyon belefogtunk. Milyen idő van most Fonyodon? Hasonló, mint Pesten, ilyen kis hűvöskés, szeles, esős, ugyanaz, nem? Hát, hogy hallottam, hogy nálunk már szakad az eső, itt még egyelőre süt a nap, el van borulva, fúj a szél. Nincs annál rosszabb, mint az ember a Balaton partján esőkabátban, hosszú nadrágban sétál, és mindig jön mindenki a hülye programokkal, hogy de annyi szép látnivaló, vagy kit érdekel? Tehát kit érdekel? Balatonra azért ment, hogy hekket akarsz enni, fürdeni akarsz, napozni akarsz, és vízibiciklizni akarsz. Rohadtul nem érdekel, hogy el lehet menni megnézni Tihany, meg milyen gyönyörű Badacsony, mert nem azért mentél. De mert elmész oda ősszel, amikor kiránduló idő. De ha már elmentél, akkor pont ezt akartam kérdezni, nem jobb ott maradni, van két hét, Szabin, most visszajössz a felénél. Szerintem kezded, hogy nem. De a hek van, ugyanúgy, nem. Lehet fröccsöt is inni. Hidegben a meleg hek sokkal jobb, finomabb. Jobb hazajönni. Mert végig azzal kell minden nap szembenézned, hogy kudarc a nyaralásod, és ha hazajössz, akkor megpróbálsz ezen átlépni. Ha ott vergődsz, és hülyén túrabakacsba sétálsz a jeges északi szélbe szakadó esőbe, csak frusztrálod magad, hogy ez egy elcsesztett nyaralás. Jeges északi szél az kis túlzás. Nem jobb, higgyétek el. Szerintem, ha már ott vagy, akkor érezd jól magad. Mindenből ki kell hozni a legjobbat. Ez biztos, igen. Neked mikor jár le a nyaralásod? Jövő hét? Már pénteken. Pénteken. Aha. Pénteken. Menjünk. De egyébként tovább tartott volna? Mondtad, hogy két hetet nyaralsz, vagy két hetet vettél ki. Hát úgy lett volna, hogy csütörtökig, de még egy napot. Ja, még egy napot ráhúztok. Aha, szegény, ezt jól beheztet. Na hát, majd most egy ajándékcsomaggal egy kicsit könnyebb lesz, jó? Na, okay. Bár a Jani mondta, hogy nehezek a kérdések, de hát nem jelent. Mennyire? Nem, olyan extra. Erre most mit tudok mondani, hogy nagyon? Vagy kicsit? Nagyon-nagyon? Hát az a mennyire az... Milyen jellegű kérdések? Na, arra tudok válaszolni neked. Sport az első, hogy látom. Na megnézzük, okay. Jó? Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik városban zajlott a legutóbbi kajakkenu világbajnokság? Ahol Rommel nyertük magunkat. Bizony. De szép volt. Második meg a harmadik csapat szerzett összesen annyi aranyat, mint mi. Az oroszok meg a német. Azért az kemény. Ó, ez szólós kérdés. Nem már, hát most volt. Kajakkenu világbajnokság. Most is, hát hál' Isten, tényleg nagyon sok érmet hoztunk el, mindenki büszke lehet rájuk. Hat arany. De rengeteg érem volt. Melyik város volt ez? Nincs meg? Kicsit tudjátok segíteni? Hát így az első kérdésnél még azért... Nem Milánó. És nehogy Varsót mondjál. Na jó, azért nem menjetek már tovább. Jó? Tehát most egy picit segítettünk. Az a baj, hogy ez rengetegszer volt nálunk is a hírekben. Igen, elég sokat beszéltünk róla. Igen. Kajakkenu világbajnokság. Nincs ott egyedül nyaralsz? Vagy nincs ott segítség? Senki? Mindjárt kérek segítséget. Menj ki a lángososhoz. Ki van ott? Közvetíts, egyet, hol vagy? Már tudom, hogy fogyod. Most értem a szállásra. Aha, uh-huh. Most mentél vissza a szállásra? Hol voltál? Feri, a recepciós pultnál van egy csengő, azt nyom meg. Vásárolni voltál? Aha. Kinél vagy most? Nem akar adásba kerülni. De nem kell adásba kerülni. Nem kell adásba kerülni. Tedd föl neki a kérdést, és mondd el neki, mondja meg, mi a válasz. Mondd meg, hogy olyan vagy, mint egy zombi, nem csak tudja. Az agya jó. Kell neked. Menj tovább, ki van még ott az apartmanban? Menj tovább, közvetíts, hol vagy? Senki. Üres. Uh-huh. Kivel uh-huh. vagy egyébként Fonyódon? Megy a hely. No. Jó, figyelj, most már nem engedünk el. Menj ki az ajtón, jó? Utca. Menj ki az ajtón. Igen. Hol vagy? Közvetíts, mit csinálsz? Kimentél? Most megyek le. Nagyon, mész le a lépcsőt, ez egy ilyen apartmanház. Aha, jó. Gimnázium pontosabban. Gimnázium, nagyon, mi van körülötted? Vannak emberek? Senki. Jó, menj ki az utcára. Kimentél? Figyelek, itt vagyok. Kimentél az utcára? Kim vagy? Én nem. Oké, menjél. Ó, ott zaj van, hang van. Á, van, igen. Na, menj oda hozzájuk, és élőadásban tedd föl nekik a kérdést. Hello. A Morning Show-ba játszom most, 3 stúdekban. Nem kell adásba kerülni, csak egy segítség kellene. Jézusom, gyerek. Jó, nem baj, nem baj, nem állj meg, menj tovább, menj tovább. Menj ki az utcára, menj ki az utcára. Menj ki az utcára. Ki mentél? Hol vagy? Ez elég nagy épület. Most tartok az ajtóval. Ajtó nagyon jó. Jó nagy épület. Oké. Harmadik emeleten vagyunk. Aha, onnan kellett lejönnöd.
Jó. Kijutottál? Jó. Esik az eső? Nem. Nem esik, jól van. Gyerekhang? Most. Igen? Szangalati. Na, menj oda. Bocs, tudnál segíteni? A kajokkenugrából nem sebez, hol volt? Mi városban? Nem tudom, nem ide való vagyok. Nagyon jó. Menj tovább, engedd el. Nem törődj vele. Persze, nem tudom, nem ide való vagyok. Ne állj meg. Most már ez most az első kérdés. Nem, ez most már végigmegyünk. Jó? Menj ki az utcára. Hiszem. Igen? Jó reggelt, új tájat. Tudnál segíteni? A Morning Show-ba játszunk Balázsékkal, és hát az lenne kérdés, hogy a Kajakon a világbajnokságot hol volt? Hol rendezték? Moszkva. Moszkva! Pont benne voltál az időben. Milyen szerencsé, hogy most járt volna le az idő, így van. Aha. Az kutya fáját, hát 2 másodpercen múlott az iskolád, de jó vagy. Én megállnék. Nem, a másodikat biztos tudja fejből. Aha. Ne álljon már, meg mindjárt kimmel az utcán. Milyen? Az is ilyen? Az ilyen krimis, írós, olvasós. Meg tudod csinálni. Kérdezz körbe, hogy szoktak-e önök könyvet olvasni. De nem maradj az épületben, ott nem szeretik a szellemi kihívásokat. Ez egy koleszt. Igen. De szép volt. Na, menjünk neki, meg tudod csinálni. Jó. Na. Vágjunk bele, mindegy. Vágjunk bele. Dedikált egérpadért, így szól a második kérdés. Melyik világhírű író, regényhőse Robert Langdon, amerikai szimbólumkutató? Szimbólum. Volt a tényleg egy kérdés? Ne add föl. Ne. Csak maradj mozgásban, az én kint vagy az utcán? Igen. Jó, menj ki az utcára. Mit csinálsz? Még egyszer a kérdés. Van egy Robert Langdon nevezető amerikai szimbólumkutató, és melyik világhírű író regényhőse, de mindegy is a regény nem érdekes. Ki az író? Uh-huh. Indulj el lefelé a régi hetesen. Vannak fonyódon emberek? Vannak, úgy itt folyod a dísztéren. Új, de szép. Ezt nem fogja tudni senki. Kihez? Menj oda egy emberhez. Menj oda egy középkorú emberhez, nem ezt tudni fogja. Akkor a bestseller volt. Ő írta... Ne. Annyit elárulhatsz, hogy... Az önéletre zárt. Tedd fel a kérdést. Melyik? Robert Langdon? Robert Langdon, amerikai szimbólumkutató. És neki... Melyik a világhírű, ki az a világhírű író, aki írta ezt a könyvet, mert játszik Robert Langdon. Jó. Hol vagy? Ki találta ki ezt a hőst? Melyik Robert Langdon kutató? Figyelj, így fogod föltenni a kérdést, az nem lesz jó, mert nem ez a kérdés. Nem tudom. Nem találok olyat sajnos. Próbáld még egyszer, hogy van egy könyv, amiben szerepe a főhőse. Kérdezzek, hogy ki írta a Da Vinci kódot? Ki írta a Da Vinci kódot? Ezt kérdezd meg. Nem van. Hol vagy? De mindig úgy díszítem. Még mindig díszítem. Tudna segíteni? Ki írta a Da Vinci kódot? Da Vinci kódot, ki írta? Köszönöm. Nem ide valósi vagy. Hát jó, nem csak én vagyok ennyire. Aha. Nem. Ne korhold magad. Menj be egy könyves. Van ott egy könyvesbolt a dísztéren? De jó vagy. Hát ott pont nincs. Nincs. Újságos. 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 Nemzeti dohányból. Trafipax. Hát van egy újságos, úgy látom. Az újságos tudni fogja. Az újságos tudni fogja. Tudni fogja, biztos olvasott róla. Ki írta a Da Vinci kódot? Ez a kérdés. Nyert. Mit csinálsz? Itt vagyok az újságosnál. Igen? Dúdolj már közben, hogy... Jó, tudna segíteni? Ki írta a Da Vinci kódot? Most jártam a Morning Show-ba. Én a váz. Akkor nem. Ő tudja, csak nem jut eszébe. Jó, köszönöm szépen. Uh-huh. Köszönöm.
Lejárt az idő, a kutya fáját, lejárt az idő. Na, vége az első résznek, hívunk a szünet után. Hívunk a Dan Brown lett volna. Dan Brown. Hát nem találtam volna ki. Azért mondtuk, hogy kérje segítséget. Ezen dolgoztunk, mert mi se hittünk benned annyira. Hát... igen. Volt. Igen. De megdolgoztál érte. Melós volt, de megdolgoztál érte. Komolyan mondom, nagyon. Kitettél magadért. Meg elszánt vagy nagyon. Igen. Ez szimpi. Akartad, ez szimpi. Nagyon akartad. A hallgatók már írták egyébként, hogy szeretem inkább megvesszük neked. Tessék? Szeretem volna nyerni nálatok, de ez nem jutott. Igen? Annak is örülök, hogy arácsra kerültem. Neki menjünk a harmadik kérdésre. Nem, mert megölöm magam. Nem, ajándékcsomagot nem adhatunk, viszont elküldöm neked e-mailben a harmadik kérdést, jó? Valami igazdíjat adjunk már. Mit adjunk? Jó. Egyet az ajándékcsomagból választhat, tessék, mert mennyit dolgoztál érte. Az elszántságra, arra a küzdeni tudásra és akarásra, de nem bírti az órát nem, az órát nem. Egérrel átít vagy nyakbalkasztót, tessék. Nyakbalkasztót. Kapsz egy nyakbalkasztót, jó? És egy kis dedikált ilyen autogramkártyát is a minden idők leghosszabb hármasugrás játékáját. Igen, igen. Egy millió lépés Lacival. A legharcosabb. Egyébként a legharcosabb. Egy nyakbalkasztot küldünk neked aláírva, jó, Laci? Köszönöm szépen. Na, ügyes voltál. Rendesen voltok. Ciao. Szia. Hello. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Még a gép is belassult. Nem volt flott. De gyerekek, minden megtett azért, ezt díjaznunk kell, komolyan mondom, nem? Mikkel? Nagyon harcos volt, lement, ki, át a téren, dísztér, ment, minden. Melyik királyokat nevezik államalapítónak? Nem idevalósi vagyok. Ja. Hogy ez még mindig van, ez a nem idevalósi vagyok, mekkora menekülés útvonal, nem? Számomra nagyobb döbbenet, hogy valaki még elküldi ezt, hogy és a boom, hello. Tehát, hogy lassan 4 éve játszuk ezt a játékot, és nem jött át, hogy boom, csak a harmadik kérdés után. Ja, én ezt de annyira hosszan játszottuk, hogy nem tudta, hogy hanyadik kérdés. Ja, igen, de azért igen. Nem tudom, hogy miért van ez, én nem ide valósítok. 3 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. 9:10, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet, hol süt a nap, hol esik az eső. De ma még egyébként állítólagosan jó idő lesz. Az Armageddon holnaptól jön. Ez csak egy esztenged, de futó zápor, zivatar, ez most még ma semmi. Ma lesz a kellemetlen idő, holnaptól már nem esik. Nem, pont nem. De. Nem, ma lesz 30 fok, és holnap jön egy hidegfront. Az igaz, de esni nem fog. Hát jó, de amikor pénteken délben 20 fok lesz, az én nem annyira mondom kellemes időnek azért, tehát augusztusban ne legyen már 27 lesz. Aha, na ez jusson eszedbe, ez a péntek dél 27, ezt megnézem. Általában brutál hideg front jó holnap. Mindegy, meglátjuk. Mindenesetre nem az az időjárás van, ami lenni szokott. Ez nem annyira jó hír. Olyan nagyon nagy nyár azért nem volt. Hát nem. Nagyon nagy semmilyen, nem. 2 napos nyarak volt. Konkrétan jó. Igen, talán a 4 nap meleg volt a leghosszabb, ami az ilyen volt, igen. Baleset a 117-esen Esztergom kertváros után, 2 autó az árokban, kamionos kutya küldte nekünk. 3. körlet Árpád fejedelem után a Komjádi úszoda felé motoros baleset a Zsigmond térnél. Előbb-utóbb mentő és rendőr is ott lesz. Üdv Tibi. Köszönjük szépen. M7-es 141-es kilométerénél fotóznak. Valamint trafi van a 31-es úton Heves városában a vasúti sorompónál. Ezt is SMS-ben kaptuk. Szép napot. Köszönjük szépen. Vigyázat írta nekünk Nimi, M0-as Győr felé a 7-es kilométernél, Annahegyi pihenő előtt óriási vízátfolyás, majdnem keresztbe fordultam, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Az M5-ös jó járható, nincs lezárás, ezt Edit küldte nekünk, lehet, hogy mondtuk a hírekben, de Győrtől Bicskéig minden oké, csak esőfüggöny van az M1-esen. Aki nem szereti ilyen időben vezetni, léci, ne használja a belső sávot, ezt Geri küldte nekünk. Igen, jönnek a belső sávos ködlámpás, esőben megijedős, minden kapcsoló, bekapcsolós, ködlámpás, használós autósok ilyenkor igen csak megszaporodnak. Igen. Esztergom kertváros, ezt mondtam. M6-oson van még egy fotózásunk a 41-es kilométernél Pécs irányában, valamint Balatonföldváron süt a nap, és meleg van. De jó nektek! De jó, szuper. De tényleg jó. És nagyon reméljük, hogy egyébként 18-án hétfőn Debrecenben is nagyon jó idő lesz, mert hogy ott lesz egyébként a Klassz nyárnak a következő állomása, a Kossuth téren. Igen. Ott leszünk mi is, ott lesz Kassa Tibi. Tényleg nem is beszéltünk még erről. Ja, persze, mert nem pénteken van, ez csak hétfőn van. Hétfő, ez 18-a. Így van, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Napoleon Boulevard, Ergő és Huligensz. Ott nem. Igen.
ott nem Ergő, ott rendes. Az csak Szeged. Az csak Szeged. Csak Szeged. Csak Szeged a Ergő. Jó, itt jó, Ergő jó, van. Okay, igen, és Huligánsz. Igen, Szeged, a Szeged az Ergő. Ergő. Igen, ez az utolsó klassz nyár és az utolsó kitelepülésünk, úgyhogy ha valaki szeretne még velünk találkozni idén, akkor... akkor lepjen meg, mert utána denevéreket hajkurázunk. És Feri legnagyobbőrmére majmok. Majd látjátok. Feri majmokkal szetszik, barátkozunk. Mondhatod, igen. Mondhatod, de... Hello Balázs, először is gratulálok tektek, köszi. Majd ajánlj valami jó könyvet, mert már rég tette. Ezt kecskeszívó. A kecskeszívó nagyon jó. Gyerekek, a kecskeszívó nagyon jó. Hát mondanám, hogy mit olvasok, de a frászt hoználátok, úgyhogy nem akarom inkább rád, inkább elsősorban. Nem, trail vagy mi? Nem, egy Kína tanulmány nevezetű könyvet olvasok most éppen, egy szenzációs. Nem jártam Kínába, még mit izguljak. Nem, Jani? Nem, most hol miért mennénk mi Kínába? Nincs jelentősége. Azt olvasol, mit akarsz Kínáról, miért érdekel az engem? Nem, arról szól, hogy nem, ide nem mondom el, majd elmondom. Nem, Gábor már egyszer beszélt erről. Ráír. Látod az izgalmat az arcukra. Hagyjad ráír, nem érdekes. Gyerekek, mi történik az MTV híradójában? Mondjátok meg nekem. Tájékoztatás történik? A fontos hírek kiütik a kevéssé fontosabb. Valahogy az MTV híradója nincs kivékülve ezekkel a halálhírekkel, nem? Tehát, hogy úgy nem igazán tudják ezt nagyon flottul kezelni. Több tanulsága is van a dolognak, szerintem egész egyszerűen megdöbbentő, tehát a magát közszolgálatinak mondó televízió egyébként. Ugye volt a Bajor Imrés eset, amivel már eleve egy nagyon nagy csapdába kerültek. Aztán ugye egy nagyon érdekes nyilatkozat volt, majd erről is beszélhetünk, és most itt van szegény Robin Williams. Hát tulajdonképpen kedden nem volt olyan komolyan vehető tartalomszolgáltató, aki ezt ne hozta volna le, a CNN-től kezdve, tényleg a BBC-n keresztül mindenki vezető hírként hozta ezt a dolgot hajnalban, ugye? És hát ez kimaradt. Ez kimaradt megint a híradóból, és aztán ugye tulajdonképpen az indoklás az, ami megint nagyon érdekes. Meg az, hogy jutunk el egész egyszerűen idáig. A két eset ugye szerintem összefügg, tehát már a másodiknál az első, tehát a Bajor Imre halálának a nem közlése is közrejátszott, hogyha őt nem közöltük. Igen, erről akarok beszélni, hogy vajon ez az oka? Hogy a Bajor Imre halálát nem közöltük, de akkor ha most leközöljük Robin Williams halálát, akkor azzal igazából rosszat teszünk saját magunknak, mert nem tudjuk megindokolni. Ugye Bajor Imre esetében is volt eleve az, hogy nem közlik, szerintem mérhetetlenül pitiáner és provinciális gondolkodás, és valami iszonyatosan kistílű. Azért, mert Bajor Imre mondjuk az utolsó évét egy olyan műsorban töltötte, ahol egyébként esetlegesen kritizálta a kormányt. Egyébként azt gondolom, hogy egyébként nem is ez az MTV vagy az MTV vezetősége mondta, hogy nem közölhetjük. Ennél már sokkal messzebb kell látni, és ez sokkal érdekesebb, vagy mélyebb, vagy dermesztőbb dologról szól. Mégpedig szerintem arról, hogy ott egy napi szerkesztőben egy idézőjelesen valaki, aki a sor végén áll, félt attól, hogy ha ezt beteszem, akkor ennek következménye lesz. És szerintem ebben az esetben ez a megdöbbentő. Én nem úgy képzelem el ezt a dolgot, hogy ők hallották egyébként, hogy meghalt Bajor Imre, és azt mondták, hogy nem, ezt ti nem hozhatjátok le, ott ti a híradósok, leszóltak föntről. Szerintem nem. Hát, tudod, igen. Mi ebben a megdöbbentő? Ebben az a megdöbbentő, hogy elindult egy olyan önreflex, egy ilyen félelmen alapuló, kirúgástól félő, ja Istenem, mi van, ha én ezt berakom, hiszen ő nem a katona, és nem jó, és beszólt, és inkább nem teszem be, nehogy baj legyen, gondolkozott az a kisember, aki egyébként erről döntött, és azt mondta, hogy kihagyom, mert baj lesz. Uh-huh. És ebben ez a megdöbbentő. Aha. Ebben ez a megdöbbentő. Én meg azt gondolom, hogy szerkesztőként, vagy főszerkesztőként én meg megkérdeztem volna ezt a kisembert, hogy srác, hogy nem került be a hírfolyamba? Az utána már lehet, hogy megkérdezték. De utána lehet, hogy megkérdezték. Szerintem nem egy föntről való leszólás volt, és szerintem ez ijesztő. Nyilván a föntről való leszólás, hogy nem tehetik be, az is dermesztő. Figyelj, az MLO online-tól kezd az Indexig, mindenki írt róla, függetlenül attól, hiszen ő neki gyakorlatilag semmiféle köze nincsen egyébként. Az sem a napi, sem szintén a magyar politikai élethez, nincsenek a verziók vele kapcsolatban. Igen, ráadásul mindezt úgy azért ugye ugyanakkor, hogy ugye hát tulajdonképpen azért az M1-en tüntő fül. Tehát, hogy ő a szomszédokkal indult el, ugye, a ominózus fodrászként. Igen, bocsánat, most én ugye, a Robin Williams-re gondoltam. Igen, most még visszatérve egy pillanatra a Bajor Imrére. Csak hogy a kettő között van kapcsolat, és amit a Feri mondott, hogy az egyik csapdája jelentette bizony, a következő csapdát. Nem tudom. Az első az azért érdekes, mert egyébként meg van egy haláleseti policy, amire ők hivatkoztak, tehát egy leírás, hogy csak az kerülhet be a híradóba magyar halottként, ez ilyen hülyén hangzik, de ez az igazság, akinek van
Kossuth. De ez nem igaz. Hát, és számtalan ez nem igaz. Hát utána azért igen. Azt rengeteg portál lehozta, akinek utána nézett, utána kérdezte, lekérte, megnézte, ellenőrizte, legalább 2-3 olyan nevet felsorolva, akik egyébként szintén befértek a híradóba, és nem volt Kossuth díj. Tehát azért ez a magyarázat, ez nagyon sánti. Ez nem áll. Máshol lehozták a hírt? Tehát más fórumjukon a híradót kivéve. Le, azt egy csomó helyen egyébként. Ahogy érdekes ez a Robi Williamsnél is, hogy nagyon, nagyon sok helyen lehozták máshol. Tehát a Petőfi, Kossuth lapot. De az MTV-ben. Az MTV-ben is lehozták több helyen. Ugye ott az volt a magyarázat, hogy nincs Kossuth díja. Rettentesen pitjáne. Szörnyen. Tehát, hogy ez ilyen elképesztő mondat. Itt tartunk, és ez egy ilyen világ, hogy amiben élnünk kell, hogy már ez alapján, és nincs Kossuth díja, nem tesszük be bajom. Nehogy baj legyen. És Robin Williams, hogy csak egy Oscar jön? Na most ugye a Robin Williams haláírét megint nem közölték le, aztán persze természetesen igen, de hogy a kedreggeli híradóból ez egész egyszerűen első körben, nagyon fontos, hogy első körben nem fért bele. Ugye tényleg nagyon-nagyon sokan lehozták, majd jött egy nagyon érdekes magyarázat, ezt egyébként a Hír 24 kérdezte az MTVA-tól, hogy hát mégis miért maradt ki. És azzal indokolták ezt a szerintem egyébként, de ez magánvélemény, szerintem dermesztő. Ez olyan szakmai hibák, hogy szerintem elképesztő, hogy egy sztár öngyilkosság a szakértők szerint könnyen öngyilkossági hullámot indít el, így a híradó csak akkor foglalkozik az üggyel, ha megfelelően tudja keretezni, így például pszichológus is beszél az anyagban. Mert ez a prevenciós eljárás talán segít megelőzni az öngyilkossági hullámot. És a közlemény egyébként az az érdekes, egyébként finoman kioktatta lényegében, hát tulajdonképpen az összes nemzetközi médiumot, mert ugye a BBC lehozta, a CNN lehozta, tehát rengetegen lehozták, akik akkor nyilván vétettek ezen etikai kódex ellen, felkészületlenül hozták le, hát, egyébként vezető hírben. Hát ez lehet, hogy ez igen. Egy magyar tanulmány. De hogy közben akkor ezzel odaszóltak saját maguknak is, mert hogy közben a Petőfi, a Bartók, a Dankó, a Kossuth, azok meg lehozták. Tehát hogy van, hogy mi nem hoz... Szakmai hiba. Hogy merték lehozni kellőtt körültekintés nélkül. Ez hülyeség. Szóval, hogy én nem is értem egész egyszerűen, hogy közszolgálat néven ott egyébként milyen szerkesztési elvek döntenek, vagy ki dönt, vagy ki az az ember, aki azt mondja, hogy ezt most igen, ezt most nem. Hát azért a szegény Bajor Imrén is szerintem az egy óriási hiba, és ha tényleg azon elvek vezettek, hogy azért ne hozzuk le, mert úgy gondolkozunk róla, hogy ő az utóbbi években mondott egy-két csúnyát, az meg aztán végérvényesen rettendesen pitián. Én egyébként félretéve szakmai szempontokat, amik egyébként teljesen jogosak, vagy ezeknek a számon kérése szerintem teljesen jogos a részedről. Én azt mondom, hogy egyszerűen ez tapintatlanság, tiszteletlenség az elhunytakkal szemben. Tehát, hogy ezek olyan formátum emberek voltak, ráadásul ugye tényleg, ahogy mondtad is, a Bajor Imre mégiscsak az MTV-nek, csak a felfedezettje volt. Ott tűnt föl, igen. Robin Williams esetében pedig egy világsztárról beszélünk. Szerintem már az lehet, amit a Feri mondta, hogy azt lehozzuk, azt nem hozzuk, de hogy azt lehozzuk, akkor ilyen, tehát, hogy elindult egy ilyen mi a jó döntés, inkább nem, de hogy ez erre már utaznak, tehát már azért is le kell hozni, mert egyébként erre már mindenki nyilván figyel egy ilyen balga, balfék, nyomorúságos magyarázat után, hogy azért nem, mert nem volt Kossuth díjas. De egy Oscar-díjas színészről beszélünk. Igen. Tehát, hogy... Most mi van akkor, ha ne agyisten egy Kossuth díjas lesz öngyilkos? Kérdezem én. Hát akkor úgy kell majd kirángatnom reggel a Ferének a fejét. Jó, a ha a vezetőség, az MTV vezetőség, MTV a vezetősége felkészül, hogyha egy Kossuth díjas lesz öngyilkos. Ott fognak állni és vakaróznak az iskoláját. Jó kicseszett. Jó kicseszett velünk. Nem tudjuk körbejárni reggel 7 óra, akkor nincs egy pszichológus, aki megszólal, de Kossuth díjas a rohadt életben. Mi az Isten csináljuk? Én megmondom, vegyék vissza a Kossuth díjat. vakarja a fejét, és ott fog állni, hogy az iskolá, ezt már megmagyaráztuk, nem jó. Megint megmagyaráztuk, ez sem jó. Mi? Ez most Kossuth díjas lett, basszus öngyilkos lett. Á, jó ember volt, miért tette? Már de azt táncs is szabad, azért azokat közöljük. Jó, most mi az Isten? Az úgy se tudják be. Akkor mi lesz? Akkor mi a kifogás? Én csak mondom, hogy akkor erre készüljön föl a vezetőség, vagy a híradónak a vezetősége, vagy a főszerkesztő, hogy azért itt lehet, hogy ne adj Isten, ez megtörténik, egy Kossuth díjas öngyilkos. Ez mit csinál majd az MTV, vagy az MTV-e? Mekkora padhelyzet? Tegnap megkapta a Kossuth díjat Kovács Imre, most mondtam egy nevet, sajnos már elhunyt. De nem hozhatod le, hiszen hát tulajdonképpen az egy öngyilkossági hullámot, viszont le kell hoznod meg Kossuth díjas. De az örömbe halt bele.
Igen. Ugyanakkor meg aztán később leadtak filmet az M2-n, tehát az egészet nem értem, mert szántak rá időt, foglalkoztak vele, este foglalkoztak vele, filmet adtak le, Holdkörtök társasága, talán pont az M2-n ment, az egyik legjobb Robin Williams film, szerintem kettő nagyon jó van, ez meg a Good Will Hunting, meg van még egy pár, ami igazán jó, de a két legjobb filmje, szerintem. Hogy ez valami, nem értem ezeket a magyarázatokat. Miért? És azért egy BBC-n számon kérni a közszolgálatiságot és az etikai kódexet finoman odaszólva, hát azért az is érdekes, mert pontosan tudják, mégis vezető hírként hozták. Nem? De hoztam, mondom, a Petőfi a Kossuth, egy csomóan hozták utána. Tehát ők nem tartották azon, nem tudom, kódexet szem előtt, hogy öngyilkosságról csak akkor, ha megszólal egy pszichológus, mert akkor... Mert az angol ember erősebb az angol ember mentálisan, mint a magyar, ő nem lesz rögtön. Jó, de mi a helyzet a skandinávokkal? Tudod, hogy ezek nyakra főreülik magukat. Jó, tényleg, és isznak is csúnyán. Na de pont a közszolgálattól várja el egyrészt az ember azért, mert a bizonyos etikai kódexek alapján készül, mert közszolgálat, mert az adófizetők pénzéből készül, tehát pont ott várod el ezt a fajta alaposságot. Én ezt most a híradóról beszélek, de hát akkor ezért mondom, hogy más orgánumok, más médiumok azért ezt lehozták. Hanem a híradójukról beszélünk, mert hogy ugye azért máshol lement. Igen. Igen. Na mindegy. Érdekes. Meg szomorú is talán egy kicsit. Hát meg sokat ártanak egyébként ezzel saját maguknak. Én azt gondolom, hogy leginkább egyébként saját maguknak. Hát van más orgánum, aki ezt lehozza. Persze. Persze. Meg utána valahogy, tehát a magyarázatok sem stimmelnek. Tehát, hogy én azt nem értem, hogyha van egy... itt van a Bajőr Imre halála, szegény. És azt mondják, hogy elnézést kérünk, hibáztunk. Este leadtuk, bocsánat. Igen. Az ügy nem megy tovább. De hogy kitalálsz egy magyarázatot, ami nyilvánvalóan baromira sántít. Nyilvánvalóan nem állja meg a helyét, mert 6 darab nevet szedtek össze azonnal, amiről már az előbb beszéltünk, és leközölték. Rengeteg orgán. Miért kevered magad utána még nagyobb bajba, amiről tudod, hogy nyilván, hogy miért nem tudod azt, hogy bocsánat, hibáztunk. A legegyszerűbb, és azonnal kifogod mindenki vitorlájából a szelet, elnézést, hibáztunk. Igen, este bocsánat, már lehoztuk, van. Hibáztunk, elnézést kérünk, vállaljuk. És kész. És azt mondják, hogy gyerekek, emberek itt is dolgoznak, én is hibázhatok itt a mikrofon mögött, te is, bárki mondta hülyeséget. Hibázhatok. Könnyen mellé beszélni, elismerni egy hibát. És az egy tök jó dolog, és azt mondom, hogy gyerekek, ez korrekt, hibáztak, basszus. És még kicsit együtt is érzel velük, és azt mondta, hogy ez egy szép gesztus. Jó fejek, és azt mondta, hogy ez egy szép gesztus, közszolgálati televízió azt mondja, hogy bocsánat, hibáztunk. De hogy előjössz egy olyan magyarázattal, amit nagyon-nagyon nagy falsduma, kamu, rohadt nagy terelés, és nyilvánvalóan egyszerű a hazugság, az viszont nem, mert utána megint elindul egy kör. Megint lehozza 600 orgánum, megint írják, megint neveket hoznak föl. Tehát amikor azt mondják, hogy nem volt Kossuth, nem gondolnak arra, hogy gyerekek, fustassuk már át egyébként, hogy kit hoztunk le az elmúlt fél évben, hogy azért ez ne sántítson. Ne legyen rajtunk már fogás. Hát azért ez egy gyakornok megkérdezi. Biztos, hogy jó ez, mert nézzük meg, nem? Hát ezt az 5. óra megtanítják, hogy nézzük meg, mi történt az elmúlt fél évben. Ezért nagyon, nagyon fura dolgok ezek. Na jól van. Érdekes. Szegény Robin Williams, azért sok ember hal meg, nem tudom, kinyitsz egy ilyen hírportált, itt most tényleg arról olvasol, hogy így folyamatosan kik mennek el, de például ő is, vagy Bajor is azért így megérint, nem? Nagyon sok haláleset van mostában, nem tudom, mi történt, milyen év, vagy mi történik. De hogy vannak emberek, akik így különösképpen, nem? Például Robin Williams. Hát az ember ilyen intézményszerűek. Tehát, hogy most függetlenül attól, hogy szereted, vagy nem szereted, én őszintén bevallom, hogy egyikük sem tartozott a kedvenceim közé, de ettől függetlenül ők valamilyen szinten ilyen intézmények voltak. Meg attól tisztelni, egy periódushoz. Így van. Hát a két dolog között ez nem... Így van. Tehát, hogy nem vagy rajongója, de tudod, hogy ő mit csinált a világban. Soha nem hallgatok Prince-t, de nagyon tisztelem őt, mint zenész. Fura, hogy a Vászton egyébként sokszor viccesek nevettetnek, nem? És közben az életem meg. Nekik vannak így általában tényleg a humoristáknak, meg az ilyen vénával megáldott embereknek a legerősebb, legnagyobb démonaik, nem? Hogy azt gondolt, hogy nyilván hülye sztereotípia, de tényleg így gondolkozó, hogy ő biztos az életben is ilyen. A legtöbb ember egyébként nem ilyen. Tehát fölmegy a színpadra, isteni fényt kap, működik, lejön, és kész vége. Ez a dolog, meg is olvastam az ő életébe egy picit, itt a halálhír kapcsán Robbie Williams-ébe, és ugye ő azért fejlesztette ki ezt a retteltes, állítólag nagyon jó humorérzékét, és ilyen nagyon flottul lecsapó énjét, mert a gyerekkora az úgy telt, hogy városról városra mentek állandóan, és ő mindig új közösségbe került, és nem volt egy nagyon szép ember. Az mekkora trauma gyerekkorában, és nem voltak kialakult kapcsolata, és egyetlen fegyvert tudott kidolgozni,
aztán később ebből élt, ebből lett híres, hogy azonnal mindenre nagyon flottul reagált, és nagyon vicces volt. De ugyanakkor képzeld el, hogy ennek a hátterében az van, hogy úristen, nekem megint meg kell felelnem valahol. Tehát, hogy ez is mekkora kettőség, hogy abból tudsz aztán később megélni, meg abból leszel híres, amit te egy védekezési mechanizmusnak fejlesztették ki magadban. Szóval igen. Ezt is egy életen keresztül cipelte nyilván. Biztos, persze, persze. Ez nagyon, nagyon nagy terv. Hallottátok az Ákos híret? Ez egy érdekes dolog. Ez a német lövöldöző, hogy milyen emberek vannak. Itt kicsit más téma már váltottam. Az elmúlt 5 évben több mint 700-szor lőtt rá járművekre németországi autópályákon? Egy 58 éves férfi tudatosan eldöntötte, hogy ő kiket választ ki, és kik lesznek az ő áldozatai, és azt mondta, hogy az általa rossznak ítélt sofőrökön akart ő bosszút állni. Tehát egy önbíráskodó? Önbíráskodó, gondolod, hogy mész az autópályán, és ez csak bejön a szélvédődön keresztül egy lövés. Nem tudták elég sokáig elkapni, és 700-szor lőtt rá járművekre. Hosszú ideje keresték. Egyszer nyakon talált egy nőt, ő súlyosan megsebesült, meg az üvegszilánkok is... üvegszilánkok által is megsérültek emberek. Azt hiszem, talán haláleset nem volt, de hogy ő milyen filmet látott, vagy mi kattam be, hogy valahol az autópálya mellett lakott, vett egy puskát, és elkezdett kilövöldözni az autópályát. Ez egy rendes golyos fegyver volt egyébként? Most nem volt túl jó céllövő akkor. Igen, hát nem, nyilván mozgó célpont, szél, messze van, szélvédő, tehát hogy azért elég jól kell tudni lőni. De ő nem autózott közben. Ő szerint nem autózott, ő azt mondta, hogy tudatosan választotta ki az áldozatait, és németországi autópályákon lőtt rá járművekre. Feltételezésem szerint ő valahol egy fix helyen áldogált, és nézte, hogy kik azok, akik mondjuk nem vezetnek túl jó. Indokolatlan sávváltás rohadik. Az azért milyen? Milyen frusztráló lett volna neki, hogyha minket lát? Mindannyian be vannak kötve. Beszélgetek, és headsetről beszélnek. Bluetooth-on keresztül. Nézd a kicsi az anyós ülésen, diktálja a feleségének, hogy mit kell csinálni. Az autó frissen porszívózva. Még az 30, nem lépi túl. Nem. Még a rongy is rajta van. Még az is, úristen. Igen. A gyerek megtörli a száját evés után, összehajtogatja a papír zsebkendőt, a szemetes. Ő egyébként teherautósofőrként dolgozott, tehát valószínű volt azért egy ilyen a szakmájából kívül, hogy 30 éves, tudott teherautósofőrként, azért nagyon sok mindenki frusztrál. Egyrészt lehagynak, kettő lassú vagy, beintenek, nem éred utal. Tehát ott azért gyűlik valami folyamatosan. Bement egy fegyverboltba, vett egy puskát, vett valahol magának az autópálya környékén, vagy bérelt egy házat, és elkezdett lövöldözni. Mennyi idő alatt adta le ezt a 700? Azt nem tudom, hogy mennyi idő alatt történt. 2009-ben ő már nyakon lőtt egy nőt, tehát azóta már biztos, hogy csinálja. Igen, tehát, hogy minimum 3 éve elérte, de hogy is 4-5 éve zajlik ez a dolog. Akkor tegyük már föl, szerintem itt egy vonatkozó logikus kérdést, hogy eddig hogy nem csípték el? Aha. Vagy hogy nem tűnt fel senkinek? Hát azért annak a 700 lövésnek, hogyha ráadásul összetudták számolni a 700 lövés, nyilván akkor valamilyen szinten nyoma maradt ezeknek a lövéseknek, ha nem is sérülés, hanem mondjuk az autón sérülés. Hogy nem kapták el eddig? Nem valószínű, hogy ő... Hát ő közveszélyes. Ő abszolút, igen, sokáig nem tudták azon most, hogy nem tudták, hogy ki ő. Nálunk nagyon nagy siker volt ideig sokan ez a Cobra 11, ez Németországban is. Ez egy német sorozat, siker, igen. Ugye? Óriási. Tehát ő valószínű egy sokat nézhette, és elindult egy ilyen besegítés, hogy akkor ő majd kevesebb ő a... munkátok lesz. Kevesebb munkátok lesz, hogy az ilyen bolondok azért egy ilyen... Borzasztok. Ilyen szó, hogy ülsz az autóban, ne? És úgy vársz céltáblává, hogy nem is tudod? Semmi közöd nincs ez az emberhez. Lehet, hogy egy véletlen szituáció, tehát, hogy egyébként mindig úgy vezetsz, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és akkor mit tudom én, éppen abban a pillanatban történik valami, és kapsz egy lövést előről a szélvédődbe. Azért egyre őrültebb ez a világ. Ugyanahogy döbbenet, hogy elolvasta az Ákos ezt a hírt, és azt mondom, hogy úristen, hogy én nem gondolnám, tényleg. Ott ülsz, és egyszer csak valaki nyakor. Hogy ilyeneket már kitalál az Ákos csak azért, hogy többen hallgassa. Hihetetlen. Igen, tényleg, hogy elmegy, és a budiba titokban ír 3 ilyen hírt. 700 lövés. Hát én máshol sehol nem számoltak be erről, tényleg utána is nézek. Jó van, 9:30 múlt, pontosan 1 perccel, ha valaki azt gondolja, hogy ma már nem lesz jobb idő, az csak gondoljon arra, hogy holnap sokkal rosszabb lesz, úgyhogy... Hogy főpörgettek? Hogy? Hogy a fáj? De délutára legtöbb helyen állítólag még jó idő lesz, és sütni fog a nap. 9:30 múlt, 1 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága morning show hallgatók, itt vagyunk. Ebben a kicsit borongós időben, legalábbis itt Budapesten tudom, hogy sok helyen süt a nap. Mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Egy érdekes dolgot vett észre egy Facebook csoport, akik posztolták a képet, mármint azt, amit a szemtanú lefotózott, ugye ez a Pesten hallottam Facebook csoport, nagyon jó nevük van, amely egy nő látszólag teljes nyugalomban a parlament előtti vízesárokba borotválja a lábát. Isten, ott volt, hát. Ott állt, odaült, elővette a borotvát,
kérdés az, hogy minden női táskában van egy borotva. Érdekes, vagy ő erre készült, vagy megvette, vagy ha már ott volt, leborotválta. Beszéltünk magáról az ügyről, hogy jó vagy nem jó ilyet látni, ha mondjuk ott ül melletted, illetve kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk hasonlóan megdöbbentő életképeket, amin azért úgy nehéz átlépni egy strandon, amikor az ember látja, hogy pattanást nyomnak egy fürdőben, amikor csiszolják azt hittet, hogy mindent láttál igen. A világban, de nem. Igen. Tehát kiderült, hogy nem. Igen, azt hittet tényleg, igen, így van, hogy mindenen túl vagyunk. És aztán olyan SMS-ek jöttek, ami tényleg megdöbbentett, ha valaki esetleg akkor reggelizett, akkor utólag is ne haragudjon. Sokan tették le. Akkor az most ne kezdjenek ki az ebédjének. Vagy ne kezdjen el evédelni. Szóval erről beszélgettünk, valamint ugye az ebolát próbáltuk fejtegetni újra. Leginkább azért vagyunk érintettek, mert ha minden igaz, akkor néhány hétre megyünk. Nem, Feri majd rézik. Afrikába. Feri kicsit majd rézik, de hát... Majd rájöttök, amikor ott fogtok sírni. Átölelitek térdenával a térdemet. És az az Feri, baj... köszönjük, hogy megmondtad, de már késő. Én mindig rosszul vagyok a nagy darab síró férfiak látványától, Feri, légy színe csinál. Na. Figyelj, a villám is mindig a legmagasabb pontba csap, a denevér is mindig a legmagasabbba száll bele, úgyhogy én megértem. Én ott helyetben csak pókjárásba mennék majd. Én ülök benne a szobában, míg ti mentek ki, celeb vagyok ott forgatni a izébe, a dzsungelba. És ebolás denevérekkel. Igen, kolbászolunk. Szóval, hogy beszélgettünk az eboláról is, egy kicsit ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 3:40 múlt pontosan 2 perccel kérdezik, hogy amíg Afrikában forgatunk, ismétlőadások lesznek, nyomtok mornon, és ott mondunk mindent. Jó, majd később még, ennek nem jött el az ideje, de... A drága hallgatóinkat nem hagyjuk információ nélkül, úgyhogy minden fontos dolgot elmondunk, de ez csak ősz, úgyhogy azért nem is nagyon beszélünk róla. Ferit néha kicsit ijeszgetjük. Az jó ijeszgetni, de egyébként szóltam. Minden részletet mondunk még később majd. Tessék? Hát, jó, te szóltam. Megmondtad. Igen. Majd meglátj, milyen élő morning show, nem lesz élő ember a stábban. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello, mi is. Arra nem számítottam, hogy a Feri fog aggódni. Azt, hogy Jani, hogy lépj át a határt. Tehát, hogy... Azon én elég, ha én aggódom. Nyugi. A São Paulo-i követségen én szereztem vissza neki az útlevelét. Azon a Janinak nem kell aggódni. Én ott Jason Bourne vagyok, figyelek rá és intézem a dolgokat. Ő csak jön, utazik, elhagy egy-egy beszállókártyát. A São Paulo-i reptéren az útlevelét, a Bali ott van. Jó, de egyszer te is eltüntetted az útlevelét, biztonság kedvéért. Igen. Egy argentin szórakozó helyen. Mi van a kezedben? Képzeljétek el, hogy valamelyik nap meséltem, hogy a futás közben nem viszek telefon, mert akkora telefonom van, hogy nincs hova raknom. Aha. És erre mit csináltam, hogy János barátunk? Na. Meglepett engem egy telefontartó, valami pont olyan, amibe belemegy az én nagy készülékem. Ezt már nem lehet telefonnak hívni. Ilyen kiegészítője van ennek a telefonnak? Képzeld el. És akkor ezt fel tudom tenni a biceszemre, ha rámegy, mert óriási a biceszem. Kifejezetten egy sportoláshoz találták ki. Ugye van egy ilyen sportos app is, amit le lehet tölteni. Úgyhogy ez van a kezemben. 100. És nem szoktál zenére futni? Mert ha van letöltött telefonod, akkor ezt elviszed a telefonodat magaddal, bedugod a fülhallgatót, fülrakod és zenére futsz. Az mondja, az utam egy részét közúton töltöm, bár mondjuk ott nincs olyan nagy forgalom, de úgy futok, hogy azért ott néha jön egy-egy autó. Mondom a megoldást, csak az egyik füledet dug be. Én úgy szoktam csinálni. De én közben szeretem hallgatni, hogy az autó a kutyák, a csiripelnek a madarak. Az is jó, csak nagyon sok embert látok zenével futni, vagy zenére futni, és lehet, hogy ez még nem próbáltam, még lehet, hogy tök jó, de én el vagyok zene nélkül is. Hallok elég zenét napközben. A közúton ott nem baj, hallott, hogy mi történt. Bár hátulról jön, tehát sok esélye nincs, sincs, úgy sincs, de hogy legalább hallom. Hogy hallott, hogy mi ütötte. Igen. Ez a rohadt zil. Aztán befutok egy erdőbe, ott, ha jönnek a vaddisznók, azt is kéne hallani. Igen. Egyébként megértem. Én nagyon irigylem, vagy illetve csodálom azokat a bringásokat, akik úgy bringáznak közúton, rakpart, hogy közben ott a zene a fülükbe, hogy így mentő, autó, motor, és itt mindent kikapcsolva simán bringázik, kicsit egyébként saját magát rábízva a többi közlekedőre, dermesztően néz ki, aztán persze nyilván ügyesek. Egyszer volt egy ilyen, amikor elkezdtem megvenni a régi kedvenceimet CD-n, és akkor találtam rá a Skid Row első lemezére, beraktam az autóba, iszonyatosan hangosan hallgattam, hát végre. És egyszer csak mellém jött egy villogó mentőautó, és nagyon-nagyon erősen mutogatott, hogy ő már mióta szirénázik mögöttem, de nem hallottam. Na akkor én így elhatároztam, hogy semmit hangosan, főleg közlekedésben, ha bringával, ha gyalog, ha autóval. Tudom, én így... Ez egy veszélyes helyzet. Tudom, hát így ütköztem egyszer egy plazmaszállító autóval, hangosan hallgattam a zenét, nekem zöld volt a lámpa, csak én nem hallottam, hogy balról ő ugye jön, mert hangos volt a zene, és én elindultam, és balról egy ilyen kombi merci plazmaszállító, bam, telibe. És kiszállt a pali, és azt mondta, bármi történjék is, nekem fél óra múlva már ott kell lennem. Mondom, nem foglak visszatartani, ne hagyj, én adok gyorsan, menjen, miattam, mondom, ekkor a 3 ember, 10 percet gyorsan kitöltöttük, ment tovább, éppen mondom, plazmát szállított valami nagyon fontos műtétre. De akkor nem plazma tévét. Nem, kellemetlen. Kellemetlen volt. Jó van, hívjuk a nap hallgatóját, itt vagy Anna?
Mi újság a hallgatóink, ha minden oké, intézted minden? Persze. Trécseltél, intézted? Abszolút. Jól van. Próbálsz intelligensen? Türelmesen. Nem mindig könnyű? Nem. Sose. De ezért vagyok, teszem. Erre születtél, ezért vagy. Így van. Morning show. Az bizony. Jó reggel. Jó reggel. Hello. Szatyi, jó helyen vagyunk? Igen. Szatyi, hello. Ugye írtad nekünk a hármasugrásra reagálva az SMS-edet. Ugye nagyon hosszú ideig játszottuk a játékost. 10-20 másodperc alatt általában lefújjuk azért, és kap egy ilyen dudaszót, ami ugye az idő lejártát jelzi. Itt egy jó 2 perc után fújtuk le a talán a második kérdés. Erre azt írtad, hogy rohadékok vagytok, még volt egy csomó ideje. Igen. Ez így a 3 perc folyamatos játék után viccesnek tűnt. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, Szatyikám. Köszönöm szépen. Helyileg hol hallgatsz minket? Veszprémben. Esik? Süt? Mi van most? Most már nem. Küldtem az előbb, hogy most már süt a nap. Süt a nap. Jól van. Oké, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Azt nézem, van még ajándékod a reklámblogban, meg tudod hallgatni, hogy mi. David Hasselhoff koncert. Igen. Azt a mindenségét. A minden. Ez az. Ez a... Gyerekek, ez a Sabrina, David Hasselhoff. Bizony. Nem is tudom, ki lesz még. Nagyon komoly, meghallgathatod élőben a Freedomot. Élőben? Hát élőben, igen. De jó. Szóval ha ott lehetsz, akkor ezen a retro buli, mert ez egy ilyen retro buli. Jó? Szuper, köszi. Jó mulatás neked. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Na, csak mondom, hogy a Szigeten ma tudunk találkozni az Antilope Horror koncerten. Elefánt. Eleve ott indulok az Antilope Horroron. Tehát, hogy nem értem. Ma lesz Heaven Street 7. Ó, hát egy közös fotó. Egy közös selfie. Gyerekek, az nagyon kemény. Heaven Street 7 van? Heaven Street 7, de mondom, előtte Antilope Horror, Elefánt, és utána pedig Vadfruttik. Csinálj már velük egy közös képet, legalább mosolyogna valaki. Az a baj, hogy nem tudom, hogy hol vannak a zenészek, mert hátul egy ilyen elkerített részen. Be tudunk menni ezzel? Meg tudlak vinni. Téged oda be nem engednek. Oda nem, Heaven Street 7-et csinálják. Biztos, hogy szomorkodnak. Szomorkodnak? Ők sose vidáma. Vagy hát nem láttam. Valamié. Én elég sok interjút csináltam velük. Én visszafogottak, inkább ezt mondanám. Igen, igen. Hol van az a crazy shot? Na jó, azért van még nekik egy pár. Én nem, csak mondtam egyet. Én most hadd mondjam el az én kedvencemet. Ja, bocsánat. Hol van az a crazy shot? Mi van még? Hát holnap lesz nagyon jó a Sziget. Lilian, holnap nagyon sok minden van. Igen. Ezt most csak neked sem egésztem ki, ez a hazai színpadi élet. Jó, ott csápoló. Sziget ezen, Csabi? Képzeljétek el, hogy valahogy ez idén kimaradt. De érdeklődöm. Tehát, hogy mik vannak. Hallottam már erről a rendezvényről ezt-azt. De nem, én rendszeres vendége voltam minden évben, és aztán valahogy most ez a hét ilyen sűrűre sikeredett, és valahogy nem is figyeltem rá. De most, hogy meséltek róla, most elkezdett bennem itt dolgozni a vágy, hogy de jó lenne megint kimenni. Nagyon jó. Van jegyetek? Van. Felöslegesen. Én az Airi Mafiát akarom megnézni, az holnap van. És a külföldiek közül mi a felhozatal? Mert azt tudom, hogy az elmúlt napokban is azért voltak nagyon-nagyon jók. Olyanok is, akiket többek között. Például te kedvenced a Lili ellen sokat beszélsz róla, hogy igen, ő milyen tudom, jó énekes. Mondod, hogy nem, ő ajánlottad már nekünk persze, is. Ő például holnap persze. Nagy színpad. 7:30 talán. Igen. Igen. Jó, hát akkor lehet, hogy kitekintek. Ákos nem lesz most? Nem. Ákos nem lesz most. Nem. Csak mert akkor majd megkérdezett és mondom, hogy... Sajnos az egyik nagy kedvencem a magyar Color Star, ők viszont 1:30-kor játszanak valahol. Várd meg, jó lesz. Na pont beérsz ide 6-ra, egyébként nagyon szeretem őket, de 1:30-re tették őket valahova, úgyhogy ez lehet, hogy kimarad. Remek zenét, Csabikám, mi lesz ma? Ezért kérdeztem az Ákost. Na. Én hozok tőle egy újdonságot. Ha már a Szigeten élők most nem tudják a Sziget köztársaságban meghallgatni, akkor itt a kívánság műsorban az új dalát meghallgatjuk. Jó, újra kezdhetnénk. Hát az újdonság azért ez már barokkos túlzás, de hogy egy... Hát ugye a legutóbbi. Igen. Így, akkor így nincs fogalmazom. Még újabb, ugye? Nincs, és akkor amit lesz újabb, valószínűleg cserélem. Jó? Jó, az jó. Szeretjük Ákost. Jól van. Oké, Csabi jön a kívánságműsor, 555-55-00, ez a telefonszám. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor egészen nyugodtan tegyétek meg. Jó, holnap jövünk, és jön Gábor is holnap. Ó, de jó! Mr. Puliszka hoz nekünk reggelit, és 8 órától elmentes. Azt hiszem nem táborozik, úgyhogy nem jelezte. Hogy... Az utóbbi hetekben számháborúzta szét magát. Most már biztos magához tért egy kicsit. De igen. Most ne egyetek meg mindent, egyszer a 6 kóstoljam meg. Tényleg hagyjunk neki, szívesen kérsz. Kíváncsi vagyok rá. Jó, mert mindig olyan jó ízzel beszél azokról, amit ő eszik meg, fogyaszt meg. Igen, ő szereti ezeket. Ő, nagyon.
Igen, jó, ezért megkérdezem a Ferit. Érdemes megkóstolni? Volt két olyan dolog, amire azt mondtam, hogy az tényleg hibátlan. A diókrém nagyon, az a tofus krém nagyon jó volt. Kis kolbászt vagy a csülökhöz. Nem, tényleg a diókrém nagyon jó volt. Meg a kenyere is nagyon finom volt. Igen. Kis zsírral lekem. Jó, van Csabi, jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Adkar, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.